kaptunk egy e-mailt, amiben látható egy rádióstúdió. És a rádióstúdió az abszolút rendben van, viszont érdekes a dolog, mert hogy ott ül két faszi, akik rádióműsort készítenek, és van ennek a rádióműsornak, ez egy reggeli rádióműsor, aha, és van ennek a rádióműsornak egy logója, egy kis arcocskája, ami a Morning Show-nak egy az egybe a napocskája fülhallgatóval. A mi logónk. A mi logónk. Az így ő van. Logójuk, a mi logónk. Ugyanúgy sárga, fekete. Sárga, zenét hallgat, mosolyog, egy az egybe a mosolygós Morning Show-s jelet, azt ők levették. Nem de nem mondod. Is változtattak rajta semmit, hanem ugyanúgy föltettek rá egy fülest, és úgy egy az egybe átmásolták. Mondod, hogy már a témáink után a logunkat is lopják. De ez nem egy... ez nem egy magyar rádióműsor, ez a rádió egyébként Belize-ben van. Hmm. Hogy tetszik mondani? Belize, Közép-Amerika. Aha. Egy hely, ahova soha nem jutsz el. Hát sosem el, csak forgattok ott egyszer valamit. Egy hely, ahova nem fogsz el. Te nagyon vágyok oda. Hmm. Igen. Belize-ben van ez a hely, és egy az egyben gyerekek lenyúlták a logónkat. És a neve a műsornak az más legalább? Hmm. Vagy az is... Nem tudom, mi a neve. Uh-huh. Morning Show a neve? Mutasd? Nem mondod. Mert ott van a napocska alatt, a jobb sarokban a napocska alatt. Az ott de mi? A Morning Show feliratot is lenyúlták. Tehát a feliratot, a fülest, a napocskát, mindent úgy, ahogy van. A Morning Show ugyanazokkal a betűkkel, ugyanaz a betűtípus, ugyanúgy mosolyog a napocska, és egy füles van rajta. Óriás. És Morning Show-nak hívják a műsor. Az eszem meg a Balázs Feri jönni a három műsorvezető. Egy Ferihez hasonló forma ülott egyébként. Így. Csak Belize csak, Feri. Belize Feri. Csak már a technikus nem Zsül, hanem Juan. Igen. És arcátlanul, szemtelen módon ők lenyomták Sugar City Morning Show. Ez a nevük egyébként. Lenyúlták Sugar City a logónkat és a műsor nevét. Na most megnéztem, hogy ők egyébként, ezt egy hallgatón küldtem, mióta működnek, és ez egy éves műsor körülbelül, vagy másfél éves. Hm. Akkor... Tehát előbb voltunk. Az eszem megáll. Figyelj, nem lehet az, hogy egy egykori kollégánk, aki nagy délrel durral távozott, mondjuk én a csatornától, létrehozta a konkurenciánkat Belize-ben. Tehát Belize-ig menekült elvitt innen, mindent, ami... Elvitte a Knopfhoft. A Knopfhoft. A Knopfhoft elvitte tőlünk? Mert ez az. Hogy innen elment, igen. Elvitte a Knopfhoft. Tehát egy régi kolléga, aki fölmondott, és elment Belize-be. Így van, Belize-ig meg se állt, és ott azt mondta, hogy gyerekek, ez most már elég messze van a föld másik oldala. Hm. Gyakorlatilag miért ne csinálhatnám meg? Ez van Knopfhoft, az hagyj menjen. Laci, megvan a Jenő száma? De tényleg komolyan mondom, hát sok mindent gondoltam a Jenőről, de azt, hogy ezt megcsinálja, hallott, hogy eladja, elviszi a logónkat és értékesíti nemzetközi rádiós piacon, hát azért most ezt komolyan mondom. Most ugrott be véletlen, hogy. Azért ezt komolyan mondom, tehát ezt kikérjük magunknak. Támadjuk meg őket. Igen. Ez a minimum. Üzenjünk nekik adat. Figyelj, mekkora ország Belize? Picike. Keresem nem túl nagy. Le, nem nagy. Én picike. Azt mondja, hogy már keresem is, azt mondja, hogy... Nagyon pici. Figyeljetek, olyan 318 ezer fő. Ó, hát az. Dolgozik ott, és nagyon szeretik a reggeli műsornak a különböző rovatait, és ott dübörög például a MCDC, Kassa Tibi. Fekete-fehér, igen, nem. Igen. Van egy helyi pákoljuk, és van egy helyi polgárpetiük, és írogat. Figyeljetek, alkotmányos monarchia, második Erzsébet királynő az államfő, ott és is. Tényleg nem túl nagy. Ott is, igen, ez egy egykori brit gyarmat, és azt mondja, hogy diplomáciai kocsak. Figyeljetek, Magyarországnak jelenleg nincs nagyköveti akkreditálása Belize-be. Aha, akkor le kell rohanni. Akkor háború? Szerintem. Akkor harc? Mi van, írunk nekik egy levelet? Csak kíváncsiságból, hogy reagálnak-e? Dear Morning Show. És aláírás Morning Dear Show. Dear Belize. Dear Belize, Dear Morning Show. Megírjuk nekik, hogy ez a lopásnak is egy sokkal arctalanabb formája, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Ezt most komolyan írjuk meg. Becsatoljuk a mi logónkat, és van. Megnézzük, hogy mit lépnek rá. Csak csupán kíváncsiságból egyébként egyben hadüzenetet is megfogalmazunk, hogy ha és amennyiben a logót nem változtatják meg, akkor országunk egy mindent elsöprő támadást indít a beliziek ellen. És egyben hadat is üzenünk nekik. Figyelj, ott jó idő van Belize-ben. Persze. Kell egy ilyen télen lesz hova menni, nem? Uh-huh. Ott is forint, itt is forint. De ők, hogy találták meg ezt a logót?
Tehát, hogy ők kutattak, megnézték, hogy van-e Morning Show, beütötték a Google, hogy Morning Show, kijött a mi oldalunk, megnézték a logót, és aztán, hogy jó, messze van Európa, csináljunk akkor egy hasonlót, vagy nem hasonlót, egy ugyanolyat. Hát lehet, hogy ők is úgy voltak vele, hogy elkezdték sorolni ezeket az országokat, amikről még hallottak, és akkor nézzük, ki maradt. Magyarország. Nyújjuk le az ő Morning Show, nyújjuk le az ő reggeli műsoroknál, melyik a legnépszerűbb? Igen, jó, akkor nyújjuk le az ő logójukat, a kutya nem fogja rajtunk keresni. De egy hallgatón kiszúrta, és elküldte nekünk. Az ő műsoruk egyébként nem annyira régi, tehát egy éve vagy másfél éve léteznek ők, mint Morning Show, ugyanezzel a névvel és ugyanezzel a logóval. De nem egy régi műsorról van szó. Kirajzolta a mi logónkat. A rádió azt hiszem 2013 óta van. A kinti? Igen. Aha. Tehát maga a rádió is 2013 óta létezik. A rádió, de egy éve van a műsor. És egy éve van a reggeli Morning Show. Hogy a miénk az a korábbi. Hibátlanul látott, Feri. Ki az, aki csinálta? Matematikai számítás után ez egy elképesztő következtetés. Nem lehetett hozni vele. Tehát nem tudok az érveid ellen érveket felborultatni. Nem marad betömetlen luk az érvelésed. De benetes, hogyha a 2013 óta van a műsor, a mi műsorunk előbb volt. Ez, ugye? Ezt kell leírni a levélbe. Ugye, miénk hogy előbb? Kiszámoltuk, nagyon nehezen, de megvan. És a mi műsorvezetőnk megállapította, hogy előbb volt a mi műsorunk. Így van. A másik két műsorvezető pedig ezt alátámasztja. A biztosítékot csatoltuk 2015 minusz 2013 egyenlő 2. Így van, tehát felállt az egyenlet, vagyis előbb létezett a mi műsorunk. A mattekkal vitatkozottok, köcsögök. Akartok-e háborúba keveredni az országunkkal, vagy pedig egy kapituláltok, beismeritek, hogy loptatok, és azonnal megváltoztatjátok a logótokat. Vagy most fizettek. Én azt gondolom, hogy lenne esélyük. Pénz. Hát ne menjünk el emellett. Rohanjuk le őket. Kiket? Mit? A sokba kerül. Háborúskodni sokba kerül. Zsaroljuk meg őket, és adjuk meg egy bankszámlát. Nem, időbe kerül háborúskodni. Tessék? Nem, hát érted, mert idő kell hozzá, még a Dunai Flotilla maradványai leúsztak egészen a Fekete-tengeri deltáig, akkor ugyan, jó, és akkor valahogy átcsekkolunk a földközi tengerbe, onnan ki a óceánra, áthajózunk és lerohanjuk őket, nem számítanak rá. 2,5 év múlva ott vagyunk. Hallod? Szerintem csináljuk. Várjuk meg, amíg még megszerelik azt az egy Grippent. Tehát küldjünk fotókat a magyar Grippenekről. Így van. Küldjünk fotókat a Dunai Flottáról. Csináljunk egy fotót magunkról, hármunkról fegyverben. Ezt igen? Küldjük el nekik, hogy vagy fizetnek, vagy találkoznak a seregeinkkel. Ennyi. Egy Grippennel, a Dunai Flottával és velünk? Néhány, küldjük el néhány információt a győztes csatáinkról. Nem vissza sok kell, volt. Igen, vissza kell nyúlnunk még egészen hunyadék, de... Igen, az elmúlt 500 évből azért sok minden nem tudunk felsorolni. Valahogy mindig a rossz oldalon álltunk, de... Úgy akartok járni, mint a terek? Nándorfehérvárnál? A bides terek? Így van, hát egészen 1456-ig kell menni, még Mátyás azért büszkélkedett, utána már szerencsétlen csillagzat alá kerültünk. Azt akarjátok, hogy Belíz legyen a következő Rigó mezőr? És egyben szemtelenül a levél végére csatoljunk egy bankszámlaszámot. Miből élnek a belíziek? Mit csinálnak? Nézzem már utána. Lopásból! Ha látod! Azt látom, hogy cukrot és banánt termesztenek. Egy évre biztosítják a gyermekeik banántermését. Küldnek nekünk 6 tonna banánt. Nekem cukrot. Hát Janinak meg cukrot. Így. Neked 4,5 tonna kristálycukrot. Így van, 2 évre. Vagy pedig ott termesztik, most nézem, a mahagóni fát is. Aha. Na, az drága. Akkor én meg az vagyok. Jó. Így van. Én meg vagyok. Te akkor megvan belőle. Én küldök egy képet a házról, és azt mondom, hogy 4 tonna mahagóni fa, meg egy burkoló tőletek. Jó. Megcsináljátok nagyon a házat mahagóni fából. Nekem ez szimpatikus. Te megkapod a cukrot, így Feri van. Megkapja a banánt. És lesz egy saját, mondjuk egy 12,5 méter magas mahagóni Sebestyén Balázs szobra Dél-Budapestnek. Amit fel is avatok. Egyedül leszek az avatáson, lerántom róla. Hallod? Nagyon örülök neki, csinálok egy-két fotót, majd megeszem a pogácsát és a langyos ásványvizet, ami van az ilyen avatásokat. Kapunk tőle mahagóni, banánt és cukrot. Akkor szerezzük meg a Belízi Rádió elérhetőségét. Igen. És térdeltessük le őket. Menjen az e-mail. Menjen az e-mail. Jó. Mit írunk bele? De tényleg? Fegyverbe szólítjuk őket? Hát szerintem igen. Igen. Szerintem egy hadüzenet. Mondjuk hivatalos képviseletünk nincsen ott. Majd elküldjük a briteken keresztül, elküldjük. Mert ők kapcsolatban vannak velük. Jó? Jó. És még az internetes oldalukat is azért megtámadhatnánk. A Zsüliért az ilyen cyber dolgokhoz. Így van. Kicsit megtrollkodjuk az oldalukat.
Ha bemész ott, nagyon akkor a miénk jön föl. Nagyon jó ötlet. Figyelj, azt is megcsinálod, hogy ha esetleg van belízi magyar előfordulat, magyarok mindenhol vannak a világban. Mindenhol ott vagyunk. Ha van belízi magyar hallgatónk, akkor ő elmehetne, azt bekoboghatna. Azt jelezhetni nekik. Jó, meg nyilván benne van a pakliban, hogy mit tudom én, hogy nem tudom, hogy belíziek mennyire barátságosak, vagy barátságtalanok, lehet, hogy valami bántódás esik, de akkor ő lesz, ami mártírunk. Akkor én akkor két ott van támadni. Ő lesz, ami hősi halottunk. Így van. Jó, a héten megírjuk a levelet nekik, jó? Szerintem ma vagy holnap elküldjük, és megnézzük, hogy mit reagálnak. Barátságos levéllel induljunk, hogy sziasztok, Bézzet. Észrevettük. Az egyik műsorvezetőn kiszámolta, mi előbb voltunk, és vagy azonnal egy teljes kapitulálásra való felszólítás, hadüzenet, becsatolva az elmúlt 500 év, vagy az elmúlt 800 év, Gripen, nem lehet Dunai flotta, és azonnal támadunk. Puha az elején, mert ugye így kezdett, hogy így nyilván van. Véletlen. Visszavonást kérünk, banánszállítmányt kérünk, hajlandóak vagyunk egyezkedni, ahogy most a görögök egyezkednek az Unióval, vagy teljes megsemmisítéssel támadunk. Tehát meg ki kell találni a stratégiát. Jó, nagyon mit jó. Mit akarsz elérni? De feltétlenül megadást használjunk, így a kapitulálás szó helyett, nehogy félreértsék, a Gripen pilóták és katapultálják. Igen. Ki közvetítse a hadüzenetet? Feri, jó a legnagyobb álmunk. Hát nem tudjuk, belízíjük. Hallod, de most én oda megyek, hát semmi tekintélyem nincsen. Körbe honnan meg. Tudod? Lehet, hogy a belízeknél szent vagy. Mondjuk az is lehet visszatért, igen. Visszatért az Isten. Tudod. Mi van, ha becsatolunk egy videóüzenetet? Fuck off! Legyen egy ilyen. Írj egy hallgató, az jó, hogy a hadüzenetek a szövegét, csatoljunk egy videóüzenetet, és Pákóval mondassuk föl angolul, hogyha nem veszitek le a logót, ha használjátok el, megtámadunk benneteket. Vagy mondjuk el, mondassuk el vele magyarul, hogy teljesen összezavarjuk őket. Ez érdekes. Aha. Egy magyarul de beszél. De Közép-Amerika. Igen, és aláírja, feliratozzuk angolba. Vagy elküldjük, megkérdezzük, jöjjön be Pák, és Pákóval felmondatunk angolul egy videóüzenetet. Hogyha nem hagyjátok abba a logó használatát, figyelj, és nem küldtök banánszállítmányt és cukorszállítmányt, megtámadunk benneteket, és banán és pálko, az nem, nekem az nem tetszik, az nem egy olyan szimpatikus, az ne rasszistalásos. De nincs, nem. Banán dobálunk a Pákónak, és ő összeszedegeti, nem így mint a foci meccseken, hanem kérünk tőlük banánt és cukrot. Az nem jó, ha Pákó kéri a banán. Nem, az nem annyira nem, mert még nem mindegy vagyunk. De nem, hát de ő a mi rovatunk, használhatjuk. Hát a banánt és cukrot most a dohány termesztenének, Pákó dohányt, most a banánt, akkor banánt kérünk. Közép-Amerika. Igen. Egy jó latinos kell találnunk. Bőn bácsi sajnos már nincs köztünk, tehát ő már nem, meddig ő volt a legjobb latinos az országban. Igen. Timeo Danielos et Donna Ferentes, ugye? Ahogy mondta Bömbács. A kockál van vetve! De ki van még itt olyan latinos? Mondjuk a Csordás Tibi Hex Fiesta. Óla miámból. Jó, akkor legyen egy Csordás Tibi videóklip, legyen a Pákó hadüzenete, és álljunk mi ott hárman. És azt mondjuk, nem hagyjátok abba a logó használatát, vagy nem küldtök ellenértéket, akkor támadunk. És hogy értsenek ennyi. Belőle, hogy senkit sem tisztelünk, érted? Nekünk semmit nem jelent a közép-amerikai kultúra. Gyújtsunk fel egy Ford Fiestát. Jó, oké, megírjuk nekik ezt a levelet? Jó, találjuk meg őket akkor, mert hogy a rádió maga megvan meg a műsor, de hogy e-mail címet, Facebook oldalt, elérhetőséget, és indítsunk egy ilyen abszolút lehengerlő minden fronton. Indítsunk támadást. És akkor rákészülünk még a videóüzenetre is? A videóüzenetre pedig Pákóval elmondatjuk. Durva legyen a hangvétele? Ijesztő legyen? Mit tudom, beli zászló égetése. Nem? Igen, megírjuk. Jó. Oké. Okay. Velünk nem szórakoznak. Ne. Vagy fizetnek, vagy pedig terveztetnek magunknak, vagy lopnak magunknak más logót. Nem. Érted? Nem szép. Nem lopják el az önindítóét. Nem? Küldj, adjunk nekik linkeket. Lopjatok innen. Vagy innen. A mi logónkkal nem játék. Azt nem használhatjátok. Igen. Majd második Erzsébet visszaír, hogy ne vicceskedjetek, mert átdobják az ő egységüket, igen. És lesz sírás, rívás, igen. Jön az MI6 gyerekek, aztán végünk van hirtelen. Na jó, köszönjük a hallgatóknak. Tényleg, ha láttok bármit, hallotok, bajotok van a világgal, bántanak benneteket, észrevettetek valamit, újságcikket olvastatok, egy érdekes interjút valakivel, akit meg lehetne hívni a műsorban, vagy csak szeretnétek, hogy egy-egy témáról beszéljünk, morningshow@klassz.hu, mindennek örülünk, amit küldtök. Rá számíthatok. Egyébként annak, hogyha valaki tényleg olyan ötletet küldtök, amivel elérhetjük a céljainkat, akkor számíthatok természetesen 100%-ra, megvan előre egy évre az összes banánatok, cukrotok és bélizetek. Igen. De mi, ez nem lenne jó a Pákótól? Mindent tudtuk.
Ez sem. Fordítsák le. Nézzék meg, hogy ez magyarul mit jelent. Google Translate is írják be, nem? Mindent fogtuk hallni. Ott ez az üzenet. Értem. Meg vagyunk. Ez az üzenet. Nem szórakoztok. És tudod, mi lenne egyébként? Gyertek egy gyorsan, nem fogjátok elvinni. Obama üzen nekünk. Vagy csináljuk meg Morgan Freemannek a pákot, mint a Wunderre, és Obamának is. Egyébként Obamának megcsinálhatjuk. Mindent fogtuk hallni. Nagy bajba vagyunk. Bajba vagyunk. Az Amerikai Államok Egyesült Államok elnöke üzen nekünk, hogy mind meghalunk. Szóval berágtok. Elvettük a logójukat. Na jó. Ma el kell, hogy menjen a levél. Jó? Jó. Laci! Már el is ment írni szerintem. Aha. Hova? Hát, izé. Gyerekek. Ahol még nem fagyott le a laptop. Jó. Na jó. Most fölhúztatok. Na most, ebben a pillanatban. Most úgy érzem, hogy fölhúztatok. Én már látom rajta, hogy egyre pipább vagy. Háromnegyed kilenc múlt, 2 perccel. Szép reggelt kívánunk! 100 forintnak! Mi 50-nál felle. Haladjon. Ja! Hát mit gondolsz, miért énekel ez őszorgalomból? Gyönyörű lesz az gyerekek, ez 100 forint, és aj, de jó. Na! Hadüzenet. Elindult. Teljes támadás. Mondd, hogy azt írtad, és akkor nem kell dobni. Természetesen a hadüzenetünknek a piszkozatát gépeltem kint, ezért késtem. Igen. Na, a Facebook oldalunkon már fönt van egyébként, láthatjátok magát az oldalt is, és hogy mit használnak. Megnéztem a Facebook oldalukat, nagyon durva, 891-en kedvelik őket. 891-en kedvelik őket, és senki ne hiányolja, mert ott a logó nem ez, tehát ott van, hogy Morning Show, és egy napocska van, de ők a feliratokban, az inzertekben, a templétekben, amit ugye a videós anyagaikra felraknak, vagy ha vendég van a stúdióban, ők online is közvetítik, azt hiszem, saját magukat, akkor a feliratokba rakják ki a mi logónkat, és a mi feliratunkat, aha, hogy Morning Show, tehát az alaplogójuk az nem ilyen, felmehettek egyébként a Belizzi Morning Show-nak a Facebook oldalára, most jelen pillanatban 891 kedvelésük van, de ha elindítatok egy videót, vagy ha megnézitek a mi Facebook oldalunkat, akkor oda csatoltunk olyan fotót, videót, ahol láthatjátok, hogy ők mikor használják ezeket, aha, a feliratokat, mikor használják magát a logót, és az egy az egybe tényleg, az Morning Show, fülhallgatóval, és még a betűtípus is, tehát az úgy, ahogy van, valaki átvette. Na jó, de nem hívhatják a tengerpartjukat Coca-Cola Beach-nek. Se. Nem. Tehát, hogy azért nem használhatnak csak azért logokat, mert hogy nem használjuk olyan gyakran. Igen, amikor kirakják a telefonszámot, akkor van az, hogy ugye megjelenik a Morning Show logó, a felirat és maga a kis napocska. Úgyhogy ma elmegy az e-mail neki. Ennyi. És megnézzük, hogy mit lépnek. Gyerekek, én ránéztem erre a Belizre, tehát ez azért nem egy rossz hely. Ráadásul nem, úgy érzed? Igen, vannak romok, neked, vannak romok, van tengerpart, nagyon komoly merülőhelyekkel, és vannak nagyon menő szállodák, és hát még ő is ott lakik. Gyönyörű, persze, tehát Mexikóból át tudsz menni, átugrasz Belizbe, gyönyörű hely, nem voltam még, de gyönyörű. És mi lenne, hogyha így békét kötnénk velük, mi lenne, ha ebből felajánlanánk egy tanulmányi körutat, hogy ha és amennyiben a teljes tábot kiutasztatják, körbevezetnek bennünket, akkor mi jó hőrüket visszek, és elmondjuk, hogy milyen kompromisszum készen. Nagyon jó. És eltekintünk attól, hogy... Hogy lerohanjuk az egész országot. Lerohanjuk őket. Kérünk 3 darab. Tiszteletbeli Belizzi konzuli címet. 2 darab offshore céget akkor már azonnal. Ja, legyen inkább 3, hogy akkor nekem is jusson, ne csak neked is Ferinek. Értem én, hogy elsősorban magatokra gondolsz. Gyorsan csinálunk ott egy offshore céget. Nagyon jó. Uh-huh. És megvagyunk. Valami kis tengerparton nézzük is. Vityillót. Velünk lehet tárgyalni. Nem szeretünk ugyan, de... Na. Uh-huh. Csak jobb ez, nem? A békés egymás mellett élés. Igen. Hát, na jó, elküldjük ma az e-mailt, aztán meglátjuk, hogy mit szólnak. Jó, holnap folytatjuk, megnézzük, már az is lehet, hogy ma válaszolnak. Viszont most játszunk, itt van egy játékosunk, és már is 3-asugrás játszunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Mielőtt jön a játékos, gyorsan mondom, hogy az M3-as bevezető teljesen beállt, a nullásig áll a sor. Hisztis Mirtil küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M7-esen még egy fél órával ezelőtt teljes útzár volt, méghozzá a 105-ös kilométernél. Írjátok meg, hogy mi a helyzet Balaton felé, vagy Lettenye felé, a 105-ösnél mindenkit letereltek. Úgyhogy ott is nagy volt a dugó, kora reggel, írjátok meg, ha valami változott. Az M3-as Budapest felé az M0-as felhajtótól arra szól, mert állítólag a lámpánál baleset történt, aki még tud, kerüljön. Köszi Lilla, hogy elküldted nekünk egészen pontosan, hogy ott mi a helyzet, valamint az M0-as Dunahídnál Nyíregyháza felé karambol, Anne egy pihenőnél a sor vége. Hú, gyerekek, ma rengeteg útzár, teljes útzár, baleset. Látszik, hogy a meleg azért az megviselte az embereket, megviselte a hallgatóinkat. Nagyon sok helyen van, teljes útzár, nagyon sok helyen van baleset. Mindenki hol van az M7-esen az a baleset? 105-ös kilométer. 105-ös kilométer? Na, mert meg, ha megnézem, rögtön le is csekkolom a vadonatúj appomat. Csekkold le. Ha belájkolom őket, kitagadtok, kérdezik? Hát egy kicsit rosszul esik. Hát, azért, hogy oda is. Nagyon sokan, ne vigyük azért fel a látogatottságot, tehát most 896-an kedvelik őket, azért olyan nagyon sokan. Vagy menjen rá egyébként mindenki. Egyébként csináljuk már meg jó, nekik. Jó, oké. Okay. Menjen rá mindenki, Beliz Morning Show, hogy beütitek Beliz Morning Show Facebook oldal, megtaláljátok meg a Google-ben, és kezdjétek el lájkolni. Meg is vagyunk. Na. Megvan a sztori. Fel kell hoznunk őket, de tényleg nagyon komolyan. Igen. Like számukkal. Utána megy a levél. Amikor már elhiszik magukról, hogy mennyire megy a műsor, és utána menne a levél. Amennyiben. Jó. Jó. Amennyiben. Elszipkázzuk előlük a hallgatókat, diszlájkoljuk az oldalt, érted? Tönkre tesszük a rádiót. Akkor 3-4 napig lájkoljátok őket. Adjunk időt ezen a héten, nézzük meg, hogy mennyire tudjuk feltornázni a Belizi Morning Show-t. Jó? Most 896-an vannak. Aki lájkol bennünket, gyorsan bökör rá egyet a Belizi Morning Show-ra. Keresétek meg őket Facebookon. Duzzasszuk föl őket 5000-re, 10000-re, 15000-re. Sima ő, csak szeretnetek kell őket, úgy, ahogy bennünket. És utána megy a felszólító levél. Egy adott jelre. Szeretnétek megtartani ezt a mennyiséget, és Beliz legnépszerűbb morning show-ja lenni, nem tudom hány van belőle, vagy a legnépszerűbb rádió, mert pillanatok alatt azzá tudjuk őket tenni. Tehát ők fölmennek 20000-re, akkor azt tudják mondani, hogy a térség leghallgatottabb rádiója vagyunk. Nagyon jó. Nagyon jó. Mennyi lehet az időeltolódás? Ott ők 6 óra, 6-8 óra. 6-8 óra. Igen, most ők most készülnek a ma reggeli műsorra. Tehát ilyen 3-ban, nem tudom, 2, nem tudom mennyi pontosan. Nagyon jó, mert akkor... Na már úgy kezdjenek reggel, hogy nem hiszik el. Ott ülnek majd, hogy úristen. Meg azt fogjuk csinálni egyébként, hogy egy adott pillanatban, tehát nem kell senkinek, hogy mit tudom én, a hajnalban fel lennie, mert egy adott pillanatban, mi majd, mit tudom én, 11 óra vagy 12 óra magasságában, miután elküldtük az ultimátumot, lejövünk az oldalukról. Jó. Levonulunk. Így van. Hirtelen megint részesen 896-ra. Jó. Oké. Okay. Óriási. Most már van valami a kezünkben, mert a Gripenekben én sem bíztam. A Facebookon a videó alatt a 3 hozzászólásra is nézzetek már rá. Megnézzük, ezt még nem tudtam megnézni, igen, hogy milyen hozzászólások vannak az ő videóikhoz, de mindjárt megnézzük. Jó? Tehát akkor a feladatotok, drága Morning Show hallgatók, a Belizi Morning Show oldalt kezdjük el szeretni. Még ne sejtsenek semmit, csak kezdjük el hirtelen őket nagyon szeretni. Legyen a 896 like-ból most egy 5-10-15 ezer egy-két órán, egy-két napon belül. Aztán nézzük meg, hogy erre mit lépnek, és utána megy a levél. Ennyi. Milyen témáitok voltak ma, Pablo? Kérdezi majd a program. Kérdezi a tulajdonos, hogy atya úristen, te jók vagytok. Mihez nyúltatok ma reggel? Jó. Hát semmi, hogy elvert a jég a mangót. Igen, megérett a cukor. És hogy tegnap voltam anyáméknál. Igen, beérett a takarmányban. De nem voltak otthon. Jó. Nézzük meg, jó, hogy mennyien vannak. Már nézem is őket, van-e változás. Már azt mondja, hogy hányan kedvelik őket. Nekem 809, már 954. Jó. Ez az! 10%-ot! Micsoda kapkodás lehet most? 10%-ot javultak hirtelen, nem értik majd, mi történt. Tehát csak az ismétlés megy. Rohanjuk le a Belizi Morning Show-t. Harcoljunk meg a logónkért. Ha elvették, nem, hát most nézzék kérni meg, hogy milyen erő van egy magyar Morning Show-ban. Nem fogják tudni ma reggel már, hogy mi történt velük. Jó? Ha nem fogod elléni, Pablo, kimondhatatlan nevű emberek lájkolják az oldalunkat. Már 954-en van. Fáz, 978. Fázekász. 981. 981. Brutálisan emelkedünk. Pillanatokon belül elérjük az ezret. 991. Nagyon jó. Másodpercenként 10-20-at emelkedik az oldaluk. Másodpercenként. Egyszerűen hihetetlen. De ne felejtsétek el, ezeket akár el is vehetjük tőletek. Bármikor. A kezünkben vagy, tökre tehetünk benneteket. Nagyon jó.
Na de gyerekek, hát mi ez itt, kérem szépen? Do you want war? Kérdezi van. Háborút akartok? Hungarian Morning Show is the best? Sebastian ba. Valaki már elkezdett nekik angolul írni. Oké, okay. Oké. Okay. Ne nézgújatok, írja angolul. A mi grippeneink már érkeztek. Ja, igen. Valaki ezt már beírta. De nem szabadott volna ellőni, nem, vagyunk azok. Vegyétek le ezt a posztot. Igen, Krisztián, gyorsan hívd vissza, ha tudod. Megvárjál, most nem, tényleg nem. Ádám Kaposi csak beírta. Hungary. Nem. Le fog nekik esni, hogy mi történik. Még nem fognak megijedni, basszus, beírják a Google-ba, hogy Hungarian Gripen, aztán roncsokat fog nekik feldobni. Ne írjátok be még, hogy a kedvelés mögött most egy hadüzenet van. Még csak gyanútlanul, mint a trójai faló. Elkezdünk beszivárogni. 1048 a kedvelés. 1048. 30%-ot erősödtek egy fél óra. Nagyon jó. Ne írjátok meg, hogy mi most tulajdonképpen beszivárgunk. Ne adjatok ki minket. Ne mondjátok el, hogy ezzel mi a cél. Megváltoztatják a logót, törlik, okafogyottá válik a támadás. Nagyon jó. Bár akkor is támadunk. Most már mindenképpen támadunk. A csapataink már arcban állnak. Már itt már mindenkit hadrendbe szólítottak. Már tárazzák az AKM-et. Na. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Mi újság a Sugar City Morning Show-val? Hát, hogy állunk? Jelen pillanatban. Na. Leadták-e már a forgalmit? Visszaadták-e már a logónkat? Mit szóltak a linkekhez, amiket kaptak? Hogy állunk? Nézzük a puszta tényeket. Először is. Az elmúlt 24 órában 7143 új kedvelés történt az ő oldalukon, ami azt jelenti, hogy 64.836,4%-os emelkedés van a korábbiakhoz képest. Nagyon érdekes a dolog, mert hogy ugye most jelenleg 7.293-an kedvelik az oldalt, ebből 7.143 az új kedvelés. Ez azért fura, mert hogy több mint 800-an voltak már fönt akkor, amikor mi elkezdtünk a témáról beszélni. Következésképpen vagy 700-an annyira betoltak, valószínűleg hogy elmenekültek. Az idegen nyelvük számukra értelmezhetetlen, de nagyon fenyegetőnek tűnő üzenetektől, hogy ők már unlike-olták, dislike-olták az oldalt. És eltűntek, igen. A régiek közül. Ugye kiderült, egy hallgatónk elküldte, hogy az is érdekes egyébként, hogy ő ezt hogy találta meg. Tehát igen. Az nagyon keménynek kell lenni, hogy egy belizi rádió, egy közép-amerikai rádiónál te megtalált, hogy használják a logónkat. És tegnap is többen kérdezték újságírók, hogy most jogi útra tereljük el a dolgot, mit csinálunk, semmit, rögjük az egészen. Viszont totális támadást indítottunk a Sugar City Morning Show Facebook oldalán. Nem így terveztük, de hallgatói megelőztek bennünket. És arra kértük őket, hogy lájkolják az oldalt először, aztán majd mi elküldjük az írásos felszólítást, hogy vagy hadüzenet, totális letámadás és cukornád ültetvények lefoglalása és banánszállítmányok... Hát, hogy is mondjam, instandolása, vár rájuk, vagy visszaadják a logót. Na most hallgatóink megelőztek, mert hogy nemhogy megfenyegették őket tulajdonképpen, hanem felszólították őket, hogy adják vissza a logót, ne használják magyarul, angolul, képeket küldtek, linkeket küldtek, fotókat, és lefektették a belizi rádiót. Nem, nincs már mit csinálunk, hallgatóink helyettünk megoldották. Egy olyan blitzkrieget toltak, egy olyan villámháborút, hogy mi még a hadüzenetet sem küldtük el, amire a hallgatóink már befejezték a háborút. Tehát letarolták az egész országot, nem a belizi netet gyakorlatilag letarolták. És a rádióban valószínűleg most mindenki retteg a további következményekkel. De valahogy nekünk ezzel a sztorival sikerült felébresztenünk mindenféle emlékeket a múltból, kalandozásoknak, korát, stb., amikor még tőlünk rettegett Európa, és a hallgatóink bebizonyították, hogy ki a magyar, ki a tökös. Mindent belinkeltek, tehát berakták a pákó képét, hogy mind meg fogtok halni. Beraktak a macskajajból, berakták azt, hogy Feri, milyen jó színed van. Beraktak fegyveres képeket, aztán beraktak oltást. Képeket. Na most pofázzál Jóska, gyerek, egy nénit egy baseballütővel. More ebből baj lesz. More ebből baj lesz. Beraktak egy dobozos sört. Beraktak kerti fitness képeket, triceps, ásás, alkar, sarló, mell, olló, hátvál, kapa. De mindent, amit értek, azt belinkeltek. Ha Morning Show-t csinálsz, nem vetted a logókat. Ugye csináltak óriás plakátokat is, igen. Ha aztán... Morning Show-t csinálsz, nem vetted el a logónkat. Igen.
Még egy ilyen, és téged hívlak a szökőkúthoz, berakták ugye a srác képét. Jönnek a Gripenek, két srác fut, két magára húzott vadászgéppel, pilóta sisakban. Pákot félmeztelenül, motorom, mind meg fogtok halni felkiáltással. És elküldte nekünk tegnap egy hallgató, hogy ő beírta nekik, hogy bejelölte a Belizi oldalt, és írt rájuk, hogy ők lenyúlták a logót, mire két perc rá visszaküldték, hogy oké, hatott a fenyegetés, ők leveszik a logót természetesen, és ez senkire nem tartozik. Tehát, hogy ne nagyon mondja azért ez. Másnak ez az ő ügyük, meg fogják oldani, és nem tartozik, ez nem tartozik senkire. Az fut a gyáva. Tehát megoldották helyettünk a dolgot, igazából. Most mi akkor ne is írunk levelet? Hát figyelj, ezután nem érzem. Hogy sziasztok, sziasztok, mi vagyunk? Hát már tudják, hogy kik vagyunk egyébként. Aha. Sőt, mi több kaptunk ígéretet, hogy a logót is leveszik. Nem, mintha baj lenne, hogy ők használnák. Tehát hogy egyébként nyugodtan használják, tehát nem vagyunk logóirigyek. Az egész részünkről egy gag. Inkább jól szórakozunk azon, hogy ezt ők így lenyúlták. Tehát nincs ezzel jó, baj. De hát nincs azért valami jóvá tétel nem. Hát mit tudom én, egy másfél-két tonna banán. Vagy valami érted, kis nácukor. Megrohad? Aha. Hát akkor küldjék el éretlenül is, mire ide ér, pont jó lesz. Na, berakjuk egy banánérlelőbe, meg egy kis etilengázzal lefújjuk a banánt, ahogy csinálják itt van, és aztán megérik. Jó akkor... összekapcsolódás, csereüdültetés, ott esetleg nekünk egy apartman. Valaki azt írja, hogy nem ellopták a logót, csak beleasingelték. Nagyon jó. Igen, egy kicsit beleasingelték a logónkat, nincs ezzel baj. Jó, akkor ezt most megoldottnak tekintjük? Ezt igen. Vége van a dolognak? Nem indulunk, vagy nem indítunk totális támadást? Igen, mert a tegnapi napon, hogy elindítottuk ezt a szorít, akkor szépen fölépült, hogy először csak lájkolják, tehát a hallgatók szeressék meg az oldalt, és ők ugye nagyon büszkén ott fognak állni, és utána jön a csapás. Igen, erre mindenki egyenként sajnos, belinkelt igen. Képekkel, fotókkal, egyéni támadást indított a beliziek ellen. Köszönjük egyébként, hogy nem is kellett benneteket harcba szólítani, de már megindult a totális háború és letámadás. Viszont így okafogyottá vált levelünk, és nincs nagyon miért megírni. Mert megígérték, hogy nem használják tovább a logót. Nekem nagyon szimpatikus ez a tökösség, és szerintem felvett egy olyan lehetőséget, hogy újra megmutathassuk a világnak, hogy kik vagyunk mi magyarok. Megnéztem, és azt mondja, hogy Belize jelenleg, legalábbis a Wiki szerint, mondjuk, hogy a 181. legnépesebb ország a világban, a maga 300 000 a kis 358.899 lakosával, ez 2014. Kevesebben szeptember 20-e. Kevesebben vannak, mint amennyien lájkolnak bennünket a Facebookon. Igen. Kb. Jó. Kb. És azért ott azért van még 70 országocska, akik, vagy ahol még kevesebben élnek, mint náluk. Tehát ha esetleg betámadnánk valamilyen okból kifolyólag Abháziát, megnézted 240 ezeren vannak. 240 ezeren vannak? Szerintem letérdelhetnénk őket is, vagy letérdeltethetnénk őket is. És ha mind a 70-et meg akarod szerezni? Tehát mind a 70 kisebb országot? Hát nem. És akkor a világbirodalom az úgy néz neki, hogy itt egy 300 ezer magyar, ott egy 200 ezer. Így van. És ott van még érted Szamoa, ott van még Hegyi Karabach, ott van még Grenada, Tonga. Érted? Egy csomó lehetőség. Igen. Érdekes, mert azt írták sok hallgatónk, hogy maga a Facebook oldal már elég régóta nekik nem annyira aktív, tehát nem működik. Viszont csodálkozó. Viszont a YouTube-ra ők feltöltik az adásaikat, tehát azt kell megnéznünk, hogy ha majd a mai adást feltöltik, akkor ma még kint lesz-e a logó az inzerteken, a feliratokon, ott lesz-e a logó. Mert hogy ők minden adást egyébként azonnal töltenek a YouTube-ra is. Tehát keressetek rá majd a mai Morning Show-ra Belizben, és nézzük meg, hogy a feliratokon rajta van-e a logó, mert hogy ott használták ők a logót. És vajon az adásban bármiféle szintű említése lesz ennek az ügynek? Tehát mondjuk úgy kezdődik a műsor, szerintem lapítanak. Sorry, Hungary. Na, jó, azért a levelet írjuk meg, nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Írjunk nekik egy levelet, hogy nincs harag, örülünk, hogy ti is a logónkra akadtatok. Nem is kell, hogy levegyétek. Nehogy már te bocsánatot. Nem, csak egy ilyen barátkozós e-mail, tehát hát, ha gyerekek, Belize gyönyörű hely. Csak azért három darab repülőjegy megérkezik így vidáman, hogy várnak bennünket egy ilyen gyárlátogatásra, és nézzük meg, hogy készül az ottani műsor, azért akkor kiugrunk. Mexikó a határosak, tehát ez szép, vagy Mexikó mellett annak, szép helyben ez nagyon. Frissen kevert gyöngyöző pohárban piña coladák. Hát, ha piña van, akkor menjünk. A belizinők. A belizinők szépek? Azt nem tudom, nem voltam még. Hát, ha a műsorvezetőkben indulunk ki, akkor... Nekik 6-tól 11-ig megy a műsoruk, ami az jelenti, hogy nem tudunk velük összekapcsolódni az időeltolódás miatt, mert hogy ott most éjjel 2 óra van. Senki nincs bent, senki nem beszél velünk. Gondoltunk arra, hogy egyébként kapcsolódjunk össze velük is beszélj meg élő adásban, de nálunk a Csabi van délután, mire ők egyébként adásba kerülnek.
mert ők ottani idő szerint reggel csinálják ugye a rádióműsort. Na, ennek ellenére azért írhatunk nekik egy levelet, nem? Hát igen, igen. Meg megírhatjuk. Már mondjuk az a baj, hogy én egy picit azért beleértem magam, tehát, hogy elképzeltem, hogy bemutatják nekünk a középső ujjukat, azt mondják, hogy vegyük el, ha akarjuk, az az ő logójuk, és hogy egyébként egy óceán választ el minket, és már elképzeltem, hogy megjelennek majd a belizi légtérben a magyar Mi-24-esek, és majd mondjuk Wagnerre leszőnyek bombázzuk őket, vagy valami. Volt vagy... idő, amikor mi hadat üzentünk az Egyesült Államoknak, tehát picik vagyunk, de ugráltunk már sokszor a világ. Történelem, mert volt ilyen, hogy ugye azt mondtuk, hogy akkor jó, hát akkor most hadat üzenünk az Amerikai Egyesült Államoknak. Nézzük meg a levelet, vagy mondjuk azt, hogy vonuljanak vissza seregeink, és diszlájkolja mindenki az oldal, hagyjuk ott őket? Á, ne. Nézzük meg, hogy milyen, amikor visszavonulót fújunk, és megkérjük seregeinket, hogy távozzanak az oldalról? Nézzünk egy ilyet. Hát igen, de abban mi egyszerű. A figyelmeztetés? Tehát te vagy a Belizi Rádiós tulajdonosa, igen? Vagy a műsorvezetője, egyik nap fölment 8000-re, és másik nap meg visszamegy megint 700-ra. Hát, és eddig sem volt. Vagy akkor a levélben zsaroljuk meg őket keményen, hogy ha meg akarjátok tartani ezt a 7000 embert, amiről akkor tegnap beszéltünk. Aha. Mert kíváncsi lennék, hogyha most mindenki visszavonulót fúj, akkor mennyire tudunk visszajönni. Ott marad-e néhány portyázó magyar sereg, hátrafelé nyilazva, vagy a 7600-ból 7000 visszavonul, mert kiadtuk a parancsot, hogy visszavonulás. Na most csak mondom, hogy az a tapasztalatunk, hogy vagy biztos, hogy maradnak, hogy portyázó magyar seregek, mert nem igazán vagyunk nagyon komoly vezérei ennek a seregnek, hiszen gyakorlatilag azt csinál, amit a sereg megelőzött. Tehát, hogy igen, picit, tehát, hogy Ha magyar történelemből indulunk, volt már olyan, hogy keresztes hadjáratot gyűjtöttek embereket, aztán Dózsa Györgyféle paraszt felkelés lett belőle a végén, mert hogy igazából nem tudták kielégíteni a vérszomját azoknak a hadaknak. Most érted, itt van, fegyverbe szólítottál egy fél nemzetet. 300 000 magyar honfitársunkat, a Morning Show hallgatói. Most ezek után kell nekik valami. Jó, akkor most hívjuk vissza őket. Nézzük meg, hogy 10 óráig a 7000 portyázó magyarból mennyi jön vissza a nyájhoz. A seregéhez. Mi legyen a visszavonulás? Mi legyen a jel? Mi legyen? Egy tarzanüvöltés? Aha. Az áthallásos, nem? Az nem jó. Ja, valami trombita. Nincs valami, dehogy nem. Biztos van valahol egy régi dáridos felvétel a Lagdi Lajcsi trombita. Nincs nagyon trombita. Na, akkor legyen ez a visszavonulás, jó? Most. De Tarzan ilyenkor támadott. Nem, mi most visszavonulunk? Most visszatámadunk. Ja, jó. Visszatámadunk. Drága hallgatóink, ti, a mi kis seregünk, vonuljatok vissza. Hagyjátok ott a Belizi Rádió Facebook oldalát, nézzük meg, hogy hány magyar katonát tudunk visszahívni seregeinkbe. Visszavonulás, jó? Jó. Nézzük meg, hogy hányan tudtok most visszajönni a csatatérről. Mennyien vagyunk? 7000? Azt mondja, hogy mondom, egészen pontos adat. 7215. Nálam 7314. Nem, igen? Már 7178. Elkezdtünk csökkenni. Megindult a visszavonulás. Jó, akkor most dislike. Jó, rugalmas elszakadás, jó? Gyertek vissza. Taktikai visszavonulás természetesen. Bármikor máskor újra hadba szállunk ellenük. Nem üzengetünk, nem köszönünk el, nem írjuk meg, hogy visszavonulunk. Álljanak ott értetlenül, hogy hova tűnt 7000 ember. Ha. Jó? Mire bemennek reggel, azt mondják, hogy gyere. Kiadtuk a parancsot. Megint 300-an vagyunk, mint két nappal ezelőtt. Csökkenünk, 6853. Nagyon jó, nagyon jó. A sereg érti, hogy mit akar a vezér, és mindenki visszavonul. Igazi profik akkor vagyunk, ha azt a 300-at is visszavonjuk, ami volt nekik. Tényleg. És nullára hozzuk őket. Csak mondom egyébként, hogy folyamatosan csökken, 1159,1% mínusz már. Visszavonulás. A kedvelési szám. Ez a vissza, jó? Jó, na ez már jó. Erre kell visszavonulás. Jó, elindult a visszavonulás. Nagyon jó. Mindenki diszlájkolja az oldalt. Aha. Most kopogtatnak be egyébként a Zuckerberghez. Főnök, van itt valami. Valami, amit rohadtul nem értünk. Hirtelen felmennek 7000. Egy kis anomália. Hirtelen felmennek 7000, aztán visszavonulnak. Figyeljetek, hagyjuk itt őket. Most ott kell őket hagyni. Nagyon jó. Lehet ilyen még visszatérek. Lehet egy-egy terminátoros mondat, de semmi ideológiai magyarázkodás. Semmi, hogy most visszatérünk azért, mert nem kell, ne lőjétek el. Búcsúzzatok el egy mondatban, és vonuljatok vissza. Jó? Nagyon köszönjetek el tőlük egy nagy klasszikussal, ahogy papa a Terminátor 5-ben elmondta, hogy visszatérek, de utáltam. És hagyjuk ott a Belizi Morning Show oldalt. Nézzük meg. Illetve ma megnézzük a YouTube-ra felrakott adást, hogy mit csinálnak a logóval. Mennyien vagyunk?
Most már értenek a szóból, így van. Lejött 1500 ember? Ennyi. És az összes többi hallgatónk is mind jön le folyamatosan. Mondjuk azért el tudjátok képzelni. Ül az IT-s ott most, és így nézi a Facebook oldalt, hirtelen nem, hogy mi rosszat csináltunk. Próbálja meg. Mi volt az előző adásban? Mit csináltunk mi, hogy hirtelen itt hagyott minket 1500 ember? Mondjuk az is azért tipikus, hogy nem jön le egyszerre az összes ember, akit megkértünk, hanem itt szépen lassan. Tehát ugye nézzük már, vagy hogy képzeljük magunk elé, hogy ostromolsz egy várat, körbeveszik a seregek, és akkor oké, visszavonulunk. Én még nem. Én igen. Én itt maradok. Én tovább ostromlom a várat. Szóval egy picit azért... Jönnek már 5900-an vagyunk, szépen szállnikozunk vissza. Hát jó, még egy-két portyázó seregot még azért leváltanak. Persze, most így nem fogjuk eltiporni az egótokat. Csináltok, amit akartok, de azért szépen lassan gyertek már haza. Szépen gyertek vissza. Jó? Nézzük meg akkor egy óra múlva, hogy hol tartunk. Hányan estek el a csatában? Mi történt? Hány katonát vesztettünk? És hányan jönnek vissza hozzánk? Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. Mindenki nyugodjon le. Így van. Jobb idő lesz. Semmi gond nincsen, nem tényleg kell. Ne a belizéken töltsétek ki tehetetlen dühötöket. Pedig de. Így van. Na, nézzük az SMS-eket, ugye, hát megfújtuk a trombitákat, és elindult a visszavonulás. Mm-hmm. Néhány hallgatónk ezzel nem ért egyet. Maradni szeretne, és tovább portyázni. És hát jönnek az SMS-ek, ugye, hogy mit kéne csinálni. Ugye ott tartottunk a Belizi Rádióval kapcsolatban, hogy lájkoltuk a Facebook oldalukat egy nap alatt az ő 800-as vagy 600-as lájkolásuk, ami 7500-ra ment fel. Most pedig azt mondtuk, hogy ma megnézzük, hogy használják-e a logót, mert tettek ígéretet, hogy nem használják, ezért visszavonulót fújtunk, és azt mondtuk, hogy oké, akkor most mindenki jöjjön le az ő oldalukról. Szépen rendezett sorokban egyébként megindult a visszavonulás. Ahogy mondtuk, se sebesülteket, se halottakat ne hagyjatok hátra, senki. Mindenkit hozzatok vissza. Mindenkit jó? Nincs olyan, hogy valaki segítségért kiállt, ott hagyjátok, vonuljatok szépen rendezett sorban vissza. Van néhány hallgatónk, aki ezzel nem ért egyet, és máshogy gondolja, de muszáj. Tehát honvédelmi miniszterünk kiadta a parancsot, erre a miniszter ámen mondott, úgyhogy egyszerűen vissza kell vonulni. De nem lehet, hogy egyszerűen csak az 5376 ember, aki még eddig nem hagyta el az oldalt, ők utóvét harcokat folytatnak, és fedezik a többieket, akik már a visszavonulókat, igen. Vonuljanak vissza a gyávák, én azt mondom, támadás! Így egy hallgatunk. Bali, a sereg már itthon van, csak az a 4000 technikai nem tudta ilyen gyorsan szétcsavarozni a sátrakat, meg elmosztani a csetreszt. Az is igaz. Ati küldte neki. Mossák a gulyáságyukat, igen, és pakolnak össze a markotányos nők. Igen. Néhány portyázó sereget hátra kéne hagyni, a teljes összezavarás véget, és teljesen értelmetlen üzeneteket írni angolul. Le lehetne például nekik írni, hogy nagyon jó a fenekük. Írta nekünk egy hallgató. Pont a legjobb része jön az ostromnak, és vonuljunk vissza, én maradok még egy kicsit fosztogatni. Majd aztán megyek utánatok. Csá, egy ostromló. Egy nyert háború után nem szabad visszavonulni, gyarmatosítani kell, vagy legalább fogadjuk örökbe őket. Kis deres, küldte nekünk. Azt mondja, hogy kémeket nem hagytok, vagy beszivárgó terminátorokat, mindenkit hazahívtok? Kérdezi egy hallgató. Egyébként megnéztem a tegnapi adásukat YouTube-on, szenzációs, mert hogy oda is beírogattak már magyarok. Nagyon jó. Megtaláltam már a 7. hónap, a 6. vagy 7. adást. 6. adást, és már ott is megvan. Oké, jó az adás, de akkor is logótól vagytok. Írták nekik angolul. Ma itt kell megnézni. Ma szerintem olyan délben, vagy egy körül kezdenek majd. Megnézzük, hogy ott van-e a logó. A következő legyen a Kárász Robi, aki így van. Megcsinálhat. Nagyon jó ötlet. A like növelés és vissza. Így van, és utána pedig vissza. És aztán vissza. És tőle mit kérünk? Semmit. Vele is elhitetjük, hogy szupersztár, és utána pedig eltűnünk az oldalról. Mert csak a beliziektől tudunk banánt kérni, de a Kárásztól... Hát... Nem kérünk tőle semmit, csak hogy egyszer mosolyogjon. Két hét fizetés nélkülére menjen már. Igen, ne egyen már olyan, mint egy citrombarapot. Tábornokaim, elindultam haza. A Sebestyén Hasziennán találkozunk. Papec kapitány írta ezt nekünk. Gyors jelentés a miniszterektől, mennyien vagyunk. Hogy azt mondja, halad a visszavonulás, hogy... kérem jelentsen. Kérlek szépen, illetve kegyelmes uram, jelentem olásat. Hogy halad a visszavonulás? Ebben a pillanatban azt mondja, hogy 5376. Már 2.11. Magyarázatot igen? Kérek a lassú visszavonulással. Nincs net. A seregnél nincs mindenütt net. Aha, a lovakat fel kell nyergelni, az időbe telik. Valami elindult itt. Igen, nálam. A Sugar City Morning Show YouTube-a. Tegnap YouTube adása. Érdemes megnézni a görbét, ami a like számokat mutatja, ugye hát meredek el lefele. Egy óriási letörés van benne. Valaki csak annyit itt. Megtaláltuk a banánföldet, maradunk. Nem, ha valaki nem engedelmeskedik, akkor rá úgy fogunk tekinteni, mint aki dezertált. Nem? Így van. Rájuk szörnyű valóság vár itt, ha egyszer megtaláljuk őket. Így van.
Egy hónapig a Juventus kell hallgatni. Hát ennyire szörnyű valóságra nem gondoltam, de akkor legyen ez az Istenetek, hogy lehetek ennyire kegyetlen. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény vagy, de akkor legyen ez így. Na jó van, megnézzük holnap, hogy mi lett velek. Na, mondtam már közlekedés? Szerintem híreket? Nem. Ebben az órában még ebben nem? Ebben az órában nem. Mondtam, mert rögtön a belízi csatatérre siettél ki, mint jó hadvezér. Nem szabad ott hagyni, seregeink harcban állnak, addig én se pihenek. Ugyanazt teszem, mint ők, ugyanott alszom, ahol ők. Így van. Nem kérek más kosztot, és nem akarok máshol aludni. Azzal letessetek, amik ők is esznek kint a csatatérre. Banáncukor, tudod? Igen. Nézzük gyorsan a közlekedési híreinket. A 16. kerületben az Ikarusznál mérnek Tom küldte nekünk. Aztán a Balatoni úton a Sport 11-nél átállították a lámpát, és baromi nagy dugó van. Mérnek Balaton keresztúron is. Az M3-as Kántor Jánosi pihenőjénél a Pest felől érkezőkre szintén lőnek a kékek. Új kígyóson is mérnek. M7-es 132-es kilométer középen háromlábúval álltak fel, úgyhogy mindenki vigyázzon. És a 75-ös kilométerig nincs baleset az M3-ason, teljesen tiszta Miskolc felé. Ezt G küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mit látsz? A seregeink, akik már elhagyták a terepet, ott hagyták a kis búcsú üzeneteket. Nézzétek meg, a mások írták az oldalra rovat alatt, hogy mi minden van. Tehát a Hasta la Vista baby az a leggyengébb. A Facebook oldalukon? Igen. Már csak 5100-an vagyunk. Menj el és ne gyere többé vissza. Irogatnak? Elköszönnek? Igen. Nagyon szeretem a hajrá, Fradi beírás. Tehát az különösen fontos. Különösen fontos a hajrá, Fradi beírás. Na, megnéztem egyébként a belízi csajokat, nem rosszak. Illetve közép-amerikai, latin-amerikai csajok elég jó a felhozatal. Tehát, hogyha esetleg én is még maradnék, és nem tudom, hogy most szerintetek a kapcsolatfelvétel alkalmas, az például az a mondat, hogy hello, I am Hungarian emperor. Szerintem kiváló. Tehát láttam, hogy a zöld hedvé könyved neked is megvolt, úgyhogy nagyon jó. Ez mint témaindító, nagyon jó. Önmagában. Nem kell attól félnem, hogy most azért fog velem össze cuccolni, mert hogy egyszerűen retteg a félelem. És azt mondja, hogy neked oda neked kell adnom magam. Igen, hős hódító. Bilve lóg a kezünk, gyerekek. Csak mondom, hogy adóparadicsom, tehát lehet, hogy még szükség lesz egyszer rájuk. Azért valaki hagyjon ott egy ilyen szálat. Valamit, jó? Igen. Hogy azért annak járjunk utána, hogy lehet ott céget csinálni, ha kell majd egyszer, most nincs rá szükségünk. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Mit kaptunk? Hát figyelj, ezt nem hiszem. Nem mondod komolyan fotót. De jó. Laci, gyerekek, Laci itt közben nagyon pakolt, és mi röhögünk, mert hogy berakott egy ajándékot egy piros masnival átkötve, bekapcsolta az ajándékot, hogy konkrétan megvakulok. Vált! Nagyon jó, pofa. Figyelj, levél van hozzá, na várjál. Kedves Balázs, János és Feri, nem akármilyen lámpa áll előttetek. Az utóbbi hónapokban adott segítségeteket mindenképp szerettük volna egy ajándékkal megköszönni, mi is lett volna erre alkalmasabb, mint az a tárgy, ami oly sok ember életét keserítette meg éveken keresztül, nektek talán mégis jó emlékként szolgál. Egyébként sem kedvelték őt a raktárban sem, ahová a körforgalom megépítése után került, többen panaszkodtak rá, hogy mogorva, sértődött, nem jön ki a többi forgalomtechnikai eszközzel. Kérlek, hogy bánjatok vele türelmesen, ha engedetlenkedik, nyugodtan kapcsoljátok ki a bal oldalán található gombbal. Üdvözlete, Lopper Dániel. Dani. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, 2015. július 8. Milyen hát figyelmesen. Ő maga az Üllői úti, az Ürömi úti körforgalom lámpája. Gyerekek, is pirosan világít, pont felém, Laci, picit fordítasz rajta, akkor nem kell elmennem 10 órakor személyzetre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most már nekem sokkal jobb, már érzem, hogy pirul az arcom. Igen, János már barnul egy kicsit. Egy közlekedési lámpa, méghozzá az ürömi lámpa, ami pirosra vált, sárgára, zöldre, pirosra és sárgára. Egyszerre, gyerekek, zseniális. Az. Megkaptuk a lámpát. Hány ember szívta ezt a lámpát? Tanulja. Hány káanyázást hallott ez a lámpa? Zseniális, hát ezt meg föltesszük a Facebookra és az Instagramra mindenképpen. Jó esik, János? Nem. Hagyj legyek őszintén, rohadtul nem. Utoljára gyerekkoromban ültem így infralámpa előtt, mikor arcüreg gyulladásom volt, és anyám leültetett, tudod, gyere infrázni. Így. Gyere infrázni. Egy életnagyságú, sőt, nem is életnagyságú, ez az. Egy közlekedési lámpát küldött nekünk a Dani. De ez elemes.
És ez elemes is volt, mert akkor már értem, hogy miért állt a belenyúltak a rendszerbe. Figyelj, nagyon jó. Majd konkrétan migrénem lett ettől a piros fénytől, de nagyon jó arcok. Köszönjük szépen. Hívjuk már föl Anna Csörög már Alicia Danira, csak egy mondat erejéig, jó? Hogy köszönjük meg neki. Zendrágák! Szerintem itt tényleg belenyúltak egy kicsit a rendszerben, mert ha van egy ilyen oldalkapcsoló mindegyiken, gyári lakszender, akkor felmászom és átkapcsolom, amit nem szeretek. Igen. Na, hát ugye a körforgalomról van szó, sokat beszéltünk róla, lobbiztunk, sokszor szóba hoztuk, nyomatékosítottuk a kivitelezőnél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél, hogy csináljanak valamit, nyomják, 40-50 ezer embert érint ez minden nap, és megkaptuk a lámpát. Sajnos a körforgalom átadásán nem tudtunk ott lenni. Győrben voltunk. Múlt héten pénteken 10 órakor volt az ünnepélyes átadó, de gondoltak ránk, és ezt köszönjük. Meg ez jó fejség. Tehát, hogy valahogy így kellene csinálni. Tehát ez a hangvétel, meg ez a hozzáállás, ez a pozitív. Nem az a fajta arrogancia, amit például most a BKK előadott. Majd beszélünk róla. Igen. Na, itt van Dani közben a vonalban. Dani, jó reggelt! Hello! Ciao! Loper Dani, szia! Jó reggelt! De drágák vagytok, hát köszönjük. Jó, de azért nem csak pirosan világít. Nem, nagyon korszerűen sárga és zöld, minden van benne. Szuper. Igen, azt mondták nekem a kollégák, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy a raktárból előhalázták, hogy ugye egy óráig működik ez az akkumulátor, ugye ideiglenes szerkezet van benne, egy akkumulátor és egy irányító mechanika, ugye, ami a fényeket irányítja, de egyébként kisebb változtatásokat azért végrehajtottak, mert ez ugye kint lógott, ez pedig most itt egy állított állapotában van, de gyakorlatilag ez a történet lámpa, ha lehet így mondani. Úgy szeretem, ha valakinek van humora, meg tényleg valaki úgy áll egy dologhoz, hogy végre nem ilyen vaskalapos módon, hanem itt van, nyilatkozik, ajándékot küld, most nem nyilván az ajándékról van szó, hanem hogy veszi a lapot, érti a humort, és elküldi nekünk a sokat átkozott ürömi lámpát. Hát tényleg tízezrek szitták minden nap, hosszú-hosszú éveken. Megdobáljuk papírgalacsinnal a múltért. Igen, szegénykém. Dani, valamiféle jogszabályba ütközne az, hogyha mondjuk Balázs, amikor kimegy mondjuk a Bennyvel bringázni az utcába, akkor ezt így kirakná az utcának az elejére, és pirosra állítaná, hogy a gyerek ne legyen veszélyben? Lezárnám az forgalom miatt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire törvényes. Igazából én arra gondoltam, hogy az irodátokat vagy a stúdiót biztos jól fel lehet vele dobni. Nem, a budi elé fogjuk kirakni, ha bent vagyunk. Igen. Mi minden ilyen relikviát gyűjtünk a kiszerkesztőségi szobánkban, az összes díj, újság, cikk, ajándék, az mindegy helyen van, föltesszük a falra, hát a szobánk az nagyon durván néz ki, ezt is fölrakjuk. Dani, nagyon szépen köszönjük. Tölthető az aksi? Tessék? Tölthető az akkumulátor? Megkérdezem, jó? Jó, de ha elemes, akkor majd cserélünk benne. Milyen a körforgalom? Hogy megy a haladás? Minden rendben? Jobb, vannak azért még problémák, tehát pontról pontra lesz ez jobb, még sok minden épül ott, de azt lehet mondani, hogy azért az első lépés azért mégis jobb volt, és azóta, ha jól látom, akkor azért az arra közlekedőknek a kedve is egy kicsivel azért jobb. Tehát nem két óra hazajutni, meg két óra bejutni a munkába. Hát nem minden nap, tehát azért nyilván még akadnak még fennakadások. Aha. Még azért sok mindent át kell építeni. Hát igen, nyilván meg szeptemberben látjuk majd szerintem a valós forgalmat, amikor újraindul sok óvodaiskola, de ha egy kicsit is jobb lett, akkor már megérte nyilván, ha még ott sok minden épül, akkor ez napról napra. Igen, jobb hát a vasút augusztus 20-tal elindul, és azért az fontos, hogy akkor már majd használhatják a vasutat is. Hogy az most nem ment a körforgalom építése miatt, ugye? Igen. Ott igen. Az a piros három kocsis körforgalom... közlekedett? Nem a körforgalom építése miatt, hanem egyébként, tehát ez egy külön, ugye a vasúti vágányoknak az átépítése is ment, és ez volt az egy nagy nehézség, hogy nem tudtak az emberek ugye az autóból átszállni a vonatra, most már augusztus 20-tól fogják tudni azt választani. Na igen, hát ez nagyon jó. Egy ideig Feri használja ezt a lámpát, aztán használom én, majd ha lerobbanok valahol. Így is van, kell is. Minden esély megvan az utóbbi évek a tapasztalatai után, úgyhogy Dani, köszönjük nektek, drágák vagytok. Nincs mit. Mondták egyébként, illetve hogy hallottalak titeket, igen? Hogy az aszfaltozással kapcsolatban vannak kérdéseitek, illetve kíváncsiak vagytok. Csak arról beszélgettünk, hogy melyik lehet a legrosszabb munka ilyen nagy melegben. Igen, szóba jött az aszfaltozás kora reggel valóban. És ugye az M0-áson most van egy viszonylag közel hozzátok egy aszfaltozásos takasz. Szakadozik akkor... van a... Igen? Aha. Jó. Kezdene elmenni. Haló? Hogy a Balást várjátok kint? Hogy kellene egy erős ember a Feri? Egy kis ügyes? Egy kis ügyes, mint a Jani?
Hát igen, kipróbálhatjátok, megnézhetitek, hogy hogyan megy ez. Egyébként én, amikor a munkásokkal beszéltem, hogyha tényleg azt nézzük, hogy melyik a nehéz munka, és mindig ugye megkérdezik őket ilyen nyári melegben, hogy akkor mégis ezt hogyan tudják elviselni, hogyan bírják. Azt szokták egyébként mondani, hogy egyrészt hozzá vannak szokva, másrészt pedig azt szeretik, hogy ilyenkor halad a munka. Tehát ugye 120 fok fölött lehet az aszfaltot teríteni, és ilyenkor lehet vele haladni. Nyilván, amit én megkérdeztem munkásokról, az nem teljesen reprezentatív, tehát nyilván van, aki ezt nem, akinek nyilván ez nehéz, és máshogy éli meg. De többen azt mondták, hogy egyébként ők hozzá vannak ahhoz szokva, hogy melegben dolgozzanak, és ilyenkor is nagyon. Biztos, persze, hogy ezt az ember megszokja, de hát le a kalappal mindenki előtt, igen, aki pékségekben dolgozik, aszfaltozik, kétkezi munkát végez, erről beszéltünk arra reggel, hogy ez brutális lehet. Mindenkit megvisel ez a meleg, még az is, aki tényleg egy klimatizált irodában ül, mondjuk, mert kevesebbet alszik, nyugös, fáradt, de hát akik meg aztán ilyen munkát végeznek, pláne, tehát szegények, ilyenkor aztán nekik a legnehezebb. Az előtt, hogy elmondták a munkások a véleményüket a munkájukról, elmondták neki, hogy te ki vagy? Vigyázzaló, Bert! Hallod? Mondjam. Mondod meg, hogy mit mondasz? Nagyon szeretjük a munkánkat, nagyon meg külön vagyok elégedve. Külön örülünk, hogy ebben a melegben nagyon jól haladunk. Ez volt, hogy nem reprezentatív, hát, amit neked mondtak. Jó, és hol van ez az aszfaltozás, Dani? Nullás? M0-ás, M1, M7 közötti Török-Bálint. Ez a Török-Bálinti rész, aha. Ahol és ott kellene a Ferinek így másfél-két kilométeres szakasz. Ki lakik arra felé? Jánosék oda költöztek. Ja, persze, igen, szívesen vállalom. Ott kellene besegíteni, igen. Jó, lehet, hogy 9 után. Már időben vannak, de jó lenne még. Jó, lehet, hogy ma, holnap valamikor ezt megnézzük. Mi szeretünk így kiugrani, kipróbálni dolgokat. Lehet, hogy sort kerítünk rá. Ma elég sok témánk van, de megnézzük majd, hogy ki tud-e menni a Feri. Igen. Jó? Mi van? Miért engem szívattok? De tényleg. Köszi, Dani. Jó munkát nektek. Drágák vagytok az ajándékat. Köszönjük szépen. Okay. Ciao. Köszönjük szépen Lopper Daninak. Köszönjük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Köszönjük. Bírjuk, ha valakinek van humora. Nem? És ha valaki veszi a lapot, és tényleg, hát nagyon helyesen. És tanul a kritikákból. Milyen jó lenne, ha mindenki így nyilatkozna, vagy egyáltalán nyilatkozna, vagy egyáltalán elérhető lenne. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Amivel most folytatjuk, az előtt nem nagyon... Nem is tudom, hogy kéne ezt a hírt tálalni. Én szívem szerint nagyon röhögnék, de ugyanakkor tragikus a történet. Az. Szerintem már mindenki hallotta. 14 társaságnál 29 biztosítást kötött baleset esetére egy Sándor nevű férfi. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan fél év alatt kötötte meg ezeket a biztosításokat Sándorunk, majd eltelt egy év, Sándor fogta magát, és kapaszkodjatok meg, vonat alá feküdt. Beugrott egy mozgó szerelvény alá, a két lábát betolta, amit levágott a vonat. Jézus. Mentőhelikopter jött érte, megmentették az életét, most már tud járni. A balesetet követő napon, mondom, tehát megtörtént a baleset, és a következő napon már a kárigényét az összes biztosítónál bejelentette, összértékben 945 millió forintra számíthatott volna, és ezzel el is árultam a történet csattanóját, számíthatott volna, ha ez ténylegesen egy baleset lett volna. Mert hogy ő azt mondta, hogy leszállt a vonatról, az állomáson ott megcsúszott egy üvegcserépen, és becsúszott a vonat alá, tehát neki jár ez a kártérítés. Igen ám, de ugye a biztosító társaságok azok így fölkapták erre a fejüket, hogy hát gyanús volt, hogy ennyi biztosítása van. Az embernek megtörténik ez a dolog, és most nem akarnak neki fizetni. Aha, milyen meglepő. Milyen hát meglepő. Én egyébként azt mondom, hogy amellett természetesen, hogy tényleg azt kívánjuk Sándornak, hogy legyen a lehető legjobb egészségi állapotban a körülményekhez képest, és hogy mielőbbi felgyógyulást neki, de hogy ő egy tragikusan hülye ember. Ez tényleg, ennél nincs jobb szó. Tehát ez butaság volt, embertelen, orbitális hülyeség. Tehát ilyet, hogy levágatod a két lábad azért, hogy kapj 1 milliárd forintot, egyszer nagyon régen játszottunk ilyet, itt emlékeztek, igen, hogy mit adnál oda, nem tudom, 100 millió forintért. És zsűlből nem maradt semmi. Hát jó zsűlt, azt szétdobáltuk a francba másodpercek alatt. Ez már standard. Igen, de hogy itt mi mindannyian talán odaig mentünk el, hogy az egyik ujjunkat, vagy nem tudom, maximum. A fülünket, igen, vagy ilyesmi. Igen, igen. Itt 1 milliárd forintról van szó, ami értem, hogy őrületesen nagy összeg. Szóval annyi pénz szerintem nincs is a világon, 1 milliárd forint, de hogy a két lábadat ezért odaadod, az egy nagyon kemény döntés. Ha életet menthetsz valami hasonló dologgal ténylegesen, tehát hogyha végső elkeseredésedben is arról szól a történet, hogy mit tudom én a gyerekednek, vagy valamelyik családtagodnak, vagy ilyesmi. Oké,
egyéb biztosítási család. Uh-huh. De előfordulhat olyan élethelyzet. Azért azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon nagy különbségek vannak az életszínvonal, meg az életminőség tekintetében az országban, nagyon sok ember között. De akkor is, itt ebben az esetben valószínűleg nem erről lehetett szó. Ő csak kitalálta magának ezt a szerinte hatalmas ötletet, meg ezt a hatalmas sztorit, és akkor be akart zsebelni egy rakáspénzt, 1 milliárdot. Tehát ott azért már érzed, amikor főleg egy ekkora összegről van szó, hogy itt nem egy tűzoltásra szánt összegre kellett, hogy mit tudom, 1 millió, 2 millió, 5 millió. Igen, mert beteg a gyerek, és 5 millióból meglegyük. Nem, itt 1 milliárd forintról van szó. Ez nagyon tragikomikus a történet. Tényleg azért kezdtem, úgyhogy nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Ezen a sztorin a szemüzemi hülye a Sándor. Tehát, hogy ne haragudj, ha hallod az adást, de ezt kell mondjam, ez a véleményem erről. A dologról viszont az meg érdekes, hogy a biztosító társaságoknál vajon működik egy ilyen riadó lánc, hogy figyelj, nálam is, kezdjünk-e utána járni ennek a dolognak. Biztosítási ügyekben mindig a CLB-hez szoktunk fordulni. Itt van velünk Németh Péter. Jó reggelt, Péter, szia! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Ismered a hírt, ugye hallottad? Igen, ez elmúlt pár napban, ez így nehéz volt nem hallani. Igen, nehéz volt nem hallani. Nyilván biztosító társaságoktól is, meg egyébként így a bulvárból is, meg mindenféle fronton. Mi történik ilyenkor, amikor valaki leadja a biztosítási igényét? A biztosítók, hogyha több helyen ugyanaz a név előfordul, akkor ők egyeztetnek, vagy itt minden biztosító külön kapta fel a fejét erre a sztorira? Alapvetően az, hogyha valaki egy ilyen biztosítást több helyen is megköt, arra nem kapja fel a fejét egyik biztosító sem, annál is inkább, mivel az ilyen életbiztosítás és balesetbiztosítás típusú biztosítások, tehát amikor nem egy vagyontájra kötünk, hanem magunkra, ebből többet is meg lehet kötni, és ezek kifizetéskor összeadódnak. Tehát ez törvényes, ez jó. Sőt, ez ajánlott is, ugye? Hát ajánlott, akinek mondjuk nem elég a biztosítási összeg. Tehát mondjuk azt mondom, én a bal lábamat többre tartom, a maximális értéken focista vagyok, mint mondjuk egy biztosító ad rá, nem tudom, 10 millió forintot, én 50-et akarok, akkor 5 helyen is megköthetem ugyanúgy ezt a biztosítást, és végül, ha baleset történik a bal lábammal, akkor azt mind az 5 helyről legálisan felvehetem. Hangsúlyozott, mert ez ugye csak az ilyen életbiztosítás típus, az autó mértékét nem vettem fel 5 helyről, vagy a lakásom, de ez ilyet igen. Olyan rubrika van, hogy méltányosság, hogyha esetleg a jobb történik valami, és te pedig a balra kötöttél, akkor esetleg kaphatsz. Be kell vonni társbiztosítottként a jobb lábat is, és akkor így, hogyha hozzájárul a bal, hogy ővel nem történt probléma, de a jobb terén legyen kifizetés, akkor így lehetséges, igen. Automatikusan gyanúsá válik ez egy ilyen eset, amikor most ne is beszéljünk a lábról, mert itt az esetnek a sérültje, hogy Sándor mind a két lábát elvesztette, mondjuk egy kardvívó, egy párbajtőrös az ő jobb kezére köt biztosítás, mert ő abból él, és egy év múlva történik valami a kezével, akkor automatikusan a biztosító társaságok, azaz 5 vagy az a 10, akinél ő kötött biztosítást, elkezdenek vizsgálódni? Kivizsgálják, mindenféleképpen kivizsgálják, persze. Automatikusan az a gyanús, amikor túl nagy összegekre kötődnek a biztosítások, tehát nem reális, nem életszerű. Tehát amikor a kardió 3 milliárd forintra szeretné biztosítani a jobb kezét, akkor az ugye nem reális. Hogy na jó, de hogy többször is olimpiai bajnokról van szó, akkor még a igen, talán. Ebben az esetben egyébként igen, tehát egyedi kivételeket tesz a biztosító, és megvizsgálja a dolgot, hogy egy amatőr kardozóról van-e szó, vagy ugye persze egy olimpiai bajnokról, aki mondjuk az egész élet feltette. És ilyen módon igen, világsztárok, világsztár sportolók, biztos benne, hogy a legnagyobb nevű focistáknak is nagyon-nagyon komoly biztosításaik vannak mögöttük, amire aztán... Hát meg ne feledkezzük meg Jennifer Lopez seggéről sem, mert gyakorlatilag egy fél farpofájának a biztosítási összegéből te, a Feri, Zsűl, meg én elmehetnénk egy lakatlan szigetre, csak mondjuk egy nőt is kéne magunkkal. Hát vigyük a másik felét a seggének. Akkor nem Jennifer Lopez vinnénk, mert akkor ő már erre nem lenne annyira alkalmas, de az biztos, hogy itt nagyon komoly összegekről van szó. Persze. Mondjuk Jani bal mellizomzatára tudok biztosítást kötni? Hát tudunk rákötni, itt az értéket kell majd pontosan... Micsoda! Milliárdok! Ha ne vicceljél már, most a következő Balaton-Szandra készülök. A tök menő. Igen, biztos vagyok benne, hogy egy komoly összeget el tudunk majd érni. Nálatok volt már ilyen biztosítási kötés, vagy akár a biztosítási csalás kategóriában? Egyéb esetről be tudsz számolni? Volt, persze, igen, és ezeket mi is így kiemelten kezeljük és figyeljük. Pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt volt egy olyan eset, amikor egy ilyen sima kockázati életbiztosítást, amit az ember azért köt, hogyha nincs benne semmi megtakarítás, meg ilyesmi, csak hogyha valami történik, akkor fizessen, tehát ilyen emberkaszkónak hívja ezt a szakma. Emberkaszkó. És ez ilyen
10-20-30 milliókra szokták megkötni, de a 30 azért az már egy a maximum, és akkor valaki az online, nem személyes, stb. Kötött egy 100 milliós értéket, be is csorgott hozzánk, ennek az éves díja egyébként a 340 ezer forint, tehát azért ez már nem is egy olcsó kategória, és akkor ez az van, hogyha baleset, ha halál, ha betegség, és akkor 100 millió, mert elkezdtük verifikálni ezt, ugye, tehát ez már egy gyanús nekünk is, és akkor felszoktuk néha hívni az ügyfelet, mert ezt az ügyfelet annyira kíváncsi voltam, hogy konkrétan én hívtam fel, és egyébként egy ilyen vállalkozó volt, egy ilyen középvezető szinten valahol, aki elmondta, hogy van két lakása, van két autója, van egy nyaralója, ő tartja fenn, és hogyha ha itt valami történik, akkor ez így összeadva megközelíti a százat, ő ki tudja fizetni, mai napig is fizeti éves díjba a biztosítást. Tehát nem minden csalás, ami annak látszik, de ilyen trükközések, próbálkozások azért mindig vannak. Nyilván legtöbbször a trükkök azok inkább a lakásbiztosítás, vagy az autóbiztosítás, ilyen klasszikusan ezek a lebiztosítózások. Aha, tehát élettel annyira nem játszanak. De van azért, tehát nem akarok szörnyű tippet mondani, de van, aki még a gyereken is megpróbálta, az nagyon gusztustalan, de nem volt tragédia, de vannak ilyen orbitális hülyék, már ha lehet ezt így. Lehet, nyugodtan. Erre abszolút lehet, de van, aki azért megpróbálja. Tehát mondjuk egy kisebb törésből nagyobbat csinálni volt, csak egy külsére miatt. Ó, hát ez régen gyerte, figyelj, ez a 90-es években, de gyönyörűen ment, hogy vettem. Igen, csak itt pontos, egy ilyen esetben például mondjuk a sérülés felnagyítására használt baseball ütővel pontosan eltalálni a törött csontot. Igen, nem állt névi anatómiai ismeret. Ha nem pont ott ütik meg, akkor a következő törést már még ugyanúgy fáj, talán még jobban is nehéz lesz egyszerre egy biztosításon érvényesíteni a két kár esemény, tehát ilyen esetben. De várj, ezt jól értem, hogy eltört mondjuk a karja az emberünknek, és azt mondta, hogy figyelj, csináljunk már ebből nagyobbat. Nem rossz, de. Sanyika, üssél már rá ide. Ebben az esetben, ami sokat rögtünk, itt egész pontosan arról van szó, volt szó, hogy az ujja szorult be, a mutató ujja valami ajtó, nyitó, nem tudom, szerkezetbe, és az eltörte, és akkor a biztosításában az volt benne, hogy tényleg, hogyha több csonttörés van, és akkor kitalálták, hogy akkor eltörik a másik ujját, és akkor odébb ment az ütés, és így az egész kézfejet rombolta meg. A segíteni akaró barát, és azt hiszem, hogy már olyan komoly sérülés történt, és a leírás az pedig még mindig arról szólt, a látletre mentek, hogy hát az ajtó, a kertajtót nyitották, és azt csípte be a kezét, nem volt leírtak a látletre, addig már ki volt lapítva az egész képre. És egyébként az előfordulhat, hogy mondjuk itt a Sándor esetében, hogy a 12 különböző biztosítónál kötött biztosítást olyan, és mindegyik ugye külön-külön nyomoz ez esetben. Az előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy nem igaz, szerintem ez biztosítási csalás, mondjuk másik kettő meg azt mondja, hogy én meg elhiszem, fizetünk. Igen, előfordulhat, bár ebben az esetben talán már most már nem fog, de egyébként előfordulhat, hogy egyik biztosító úgy dönt, hogy ő elutasítja, a másik pedig jogosnak találja, és akkor, ha nem is mindegyik, de valamelyik fizetni fog. Tehát ők ilyen módon egymástól hivatalosan nem teszik függővé a dolgot, tehát gyakorlatilag azok nyilván beszélgetnek egymással a szakemberek, hiszen elég szűk ez a biztosítási szakma is itthon, mint hogy minden más szakma, de előfordulhat, hogy két különböző módon értékeli két biztosító, úgy is, hogy nem biztos, hogy mind a két helyen ugyanazt a biztosítást kötötte. Tehát míg az egyiknél egy véletlen baleset, a másiknál munkakörben elkövetett, a harmadiknál nem tudom, tehát ugye többféle szituáció lehet, és attól függ, hogy idézi elő ezt az ársérülést, lehet, hogy véletlen egyik le fogja fedni, de azért senkinek nem akarok ezzel tippeket adni, gyakorlatilag. Nem éri meg, én is azt érzem, itt például Sándor esete, amiből indítottunk, ő mire számíthat? Letöltendő börtönbüntetés, pénzbüntetés? Igen, tehát inkább mivel károkozás így végül is nem történt, ezért pénzbüntetés szerintem nem, bár ez már inkább jogi kérdés, aha, de hát ez igen, mindenképpen biztosítási csalás, ráadásul előre végig gondolta, eltervezte, kivitelezte az okiratokat, ezzel a szándékkal töltötte ki, hát itt biztos lesz egy ilyen szép hosszú majstrom. Illetve hát még számított egy hivatalból kirendelt elmeoros vizsgálattal is. Abba biztos vagyok, igen, meg utána hátralévő életes, ez sokkal könnyebb ezzel, hogy most azt hiszem, egy lába sem marad. Igen. Péter, köszönjük szépen neked a segítséget. Köszönjük jó munkát. Szia, Németh Péter, a CLB-ből. Vagy a CLB-től volt a segítségünk. Komoly. Nagyon komoly. Tehát, hogy nem érzem, hogy a 945 millió megéri, még akkor is, hogyha Sándornak bejött. Főleg úgy, hogy nem kapom meg. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban.
nem csak olvas a lányom, hanem zenét is hallgat. Na. És szeretnélek benneteket megismertetni egy nagy-nagy klasszikussal, ami valamiért, valamilyen okból kifolyólag, én nem tudom, hogy miért, de eddig elment mellettünk, mert hogy nem egy vadonatúj darabról van szó, és én egy picit szégyellem is magam, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek már ez megvolt, de nekem, és úgy gondolom, hogy nekünk csak most villant be, és most válik szerintem egy meghallgatás után kikezdhetetlen, megkerülhetetlen klasszikussá. Grandmaster Pete mérés című szám. Na várjál, már a neve is érdekes. Grandmaster Pete, mert hogy van egy ilyen előadó, csak hát a Grandmaster az egy ilyen magyarosított, igen. Kicsit magyarosított. Grandmaster, ahogy ő mondja egyébként. Grandmaster Pete. Aha. Figyeljetek, szóval a Virág mondja, hogy mutatni szeretne nekem egy számot. Folyamatosan mutogatja nekem mindenféle ilyen teeny rock csapatokat, külföldieket is, magyarokat is vegyesen, és hát egy idő után már attól függ egyébként, hogy hány óra van, mert akkor mindig érzem, hogy apa, megmutatom, és mondom majd holnap. És akkor ma megmutatom, picit később. De valahogy felkeltette az érdeklődésemet a mérés című szám, már ugye már a cím is olyan izgalmas volt, és amikor meghallottam azt, hogy az első két sor az, hogy who a Peter Grandmaster, na, huppogjon a Sand Blaster, akkor már éreztem. Hát figyelj, én nem tudom, hogy jutott el a lányomig, főleg azért nem tudom, és le is kellett sajnos tiltanom róla, mert ugye van benne egy-két csúnya szavacska. De Pete ugye a mérésről írt egy számot, arról a mérésről, amit ugye ők, mint, hogy is mondjam csak, hogy nem bántsa meg őket, de nem bántam meg őket, a sebesség megszállottja, a sebesség vidéki istenei tapasztalhatnak. Igen, hát tulajdonképpen ilyen kis felturbózott, ilyen kisebb-nagyobb autókákkal nyomulnak ők, Pete és a haverok, ők szerepelnek egyébként a videoklipben is természetesen. Bent van a haverok? Természetesen. És golfal vagy, nyilván? Így, hát igen, és jó kis, hogy hívják a felturbózott Fiesta-kkal, meg hasonlókkal. Aj, de jó, az Honda CRX-ek, régi egyes golfok. Nagyon menők, és egyébként a videoklipben van koreográfia is. Te ki van találva, nem ki van csak találva az egész, az jönnek veled szemben az aszfaltcsíkon, és akkor ez egyikük jobbra, másik balra, jobbra-balra, és nagyon-nagyon menők. És hát mondom, gyakorlatilag minden benne van, amit erről az életérzésről tudni kell. Ebben a lótában mindent megtalálsz, ami kell, és hát fantasztikus rímek vannak benne, és fantasztikus szövegek például. A startnál a rajtnál csak tapsra vársz, jön a taps, kúplunk ki, te csak egy helyben állsz, mert a kerék pörög, mint a kocka, az égett gumit az aszfaltra. Itt álljunk már meg egy pillanatra, kerék pörög, mint aki kocka? Igen, pörög, mint a kocka. Ja, a dobókocka, hogy kocka. Nekem azért bennem is volt a kérdések egy első meghallgatás után. Ugye, hogy a kocka? Figyelmesebben meg kellett hallgatnom, miután letiltottam róla a gyereket. Uh-huh. Ezután a két sor után. Peterről nem tudunk valamit? Nem, sajnos utána? Nem. Ki sajnos ő? Nem. Honnan jön? Azért érdekes, mert 2008-as a szám, és én egyébként picit így csalódott is vagyok, meg szerintem ez egész ország kritikája, meg az egész magyar pop szakmáért, hogy ő nem lett egy új Majka, vagy egy új dóp. Nem, azt akartam mondani, hogy azért az döbbenetes, hogy valaki 2015-ben még mindig ott tart, hogy a gyorsulásról ír egy dalt, és Ford Fiestával Honda CRX-el gyorsul. A 2007-es az megbocsátható, mert akkor azért ez lassan 10 éves dalocska egyébként, és nem, nincs is több száma, tehát ez az egy volt, ezt föltették, igen. És ezzel válik ő majd most nagyjá, hát hogy figyelj, ezt megmutatjuk. De tehát beszéltünk az egyszámos előadókról, hát vannak azért egy páran, tehát itt van Hedövi is, tehát hogy azzal vált nagyjá, hát Pete a méréssel. És a lányod fújja a szöveget most? Az a baj, hogy igen. Tehát, hogy le van azért tiltva a csúnya szavakról. Itt akad benne egy-két olyan, amit egy 13 éves kislány még ne nagyon mondogasson, de egy részét megtanulta, és fejből tolja. És azt hallom föntről a szobából, hogy főleg, ha a turbó segít neki, ha van a Verdán, az abszolút nem hátrán gyűrődik, a beton gyűrődik a kátrán. A turbó van a Verdán, az nem hátrán? Igen, gyűrődik a beton, gyűrődik a kátrán. Na jó, hallgassunk bele, kíváncsi vagy. Igen, egy jó? Picit egyébként ahhoz képest, Pete. Hogy mennyire menő, és mennyire belevaló, és mennyire arcba mász a szöveg, ahhoz képest, hogy meglátjátok, Pete-nek az orgánum egy picit visszafogottabb. Igen, mert az ember ezt úgy képzeli, hogy egy brutál kigyúrt, nagyon nagy darabpali, brutál csajokkal, nagyon jó autók között énekli ezt a dal. De hát az egy 2007-es, és... Igen, majd ott is voltak a kigyúrcsájuk meg jó autók, csak aha. A név alapján már tudom, itt hogy nem merre kell számítani. Azt mondanám, hogy itt a jó alapok megvannak. Aha, na figyelj meg, ha belehallgatunk. Kiszedtük a ronda szavakat. Menő alap. Igen. 2007-es? 2008-as. De legalább tudom most, mi most a menő a fiataloknál? Ez az. Jön Pete a Grandmaster,
Na hupogjon a Sound Blaster. Hupogjon? Hupogjon. Nagyon jó. Gyerünk, gyerünk, csavadd fel a hangot. És tedd a Berdának az egyes gangot. Egyes gang, de jó! Na most elválik ki a legény a gáton. Meglátjuk tesó, mit tudsz 400-on? 400-on. Hát itt a gyors. Eldől ki a legény a gáton. Meglátjuk tesó, mit tudsz 400-on? Most eldől ki a legény a gáton. Mert amiről én beszélek, az csak is a mérés. Az agyamba felmerül mindig a kérdés, hogy ki lesz a jobb. Te vagy én, de nálam van mindig a remény, mert tudom, hogy a Berdám nem szerény. A motor bivaj az út tart, és kemény, hát gyere, gurulj, állj ide mellém, de semmi jóra. Ne számíts, öcsém, mert le foglak nyomni, mint hat mázsa homok. Fordulnak rám, mérő már az egekben forog. Na várj, bocsánat, hogy megálltam, hogy milyen autója van, ami ennyire durva? Hát kérdezzél, hogy egy 1-2-es kadettet láttam a képet. Jó, azért a címzésbe hogy nem egy 458 jó, Itália, egy mit tudom én, egy Aston Martin, egy Maserati, egy Pagani Zonda, mondjuk nyilván nem, de hogy azért kicsit túlzok, de hogy azért, hogy mi az autó, amiről énekel, azért az egy 1-2-es kadett? Van egy régi csepp kadett. Ó, gyönyörű. Most mutattak, de az nem az övé, mert az látszik, hogy a haverjái egy merga. Egy merga. Megkérte a Józsi. Várjál, most van egy fehér, azt szerintem szintén Opel, de az már azért tuningos, mert az oldalára különböző világmárkák, amelyek az autóiparban jól teljesítenek, vannak fölírva. Mintha a pizzemér szponzorai lennének. Igen. Itt van egy Opel Omega, az is egy régi. Aha. Ha ők ezt vízből csinálták, mint egy korszakparódia, akkor jó, hát, szeretem, mert ha egy-kettes kis korza van benne, nagyon jó, az legalább 90 lóerő volt. Benne van egy Seat Toledo, vagy nem látom, de lehet egy Ibiza, és egy igen, és egy jó, Ford Escort. De ezek csak a kasznik, hát ki tudja, hogy mi van a motorháztetben. Na várjál, figyelj, igen. A nyomba, a trap, mint a gáz, elkap a kép, a mérés, láz, adrenalin, az egekbe szökik, mikor az injektorok a benzint, a motorba lökik, a start. Partner a ratán csak a tapsra válsz, jön a taps kuplunk, itt csak egy helyben állsz, mert a kerék pörög, mint a kocka, az éget gumit az aszfaltra, a és indulás, mert jó a tapadás, jön a sebessége közötti kihúzatás, nincs lazulás, csak rohanás. Hé, mi ez a hang? Szabályzás, gyerünk! Szabályzás, egyesbe 90-nek, kettes nélkül üveghangon. Igen, jó. Kettes gangot, mutasd meg, mert kapott a Street Fighter rangot. Itt a kettes, a kerék csak örök. A direkt szűrő csak sipolt, csak örök. Szívja a levegőt, mint az állat nyeli. Főleg hatóba segít neki. Ha van a Verdán, az abszolút nem hátrány. Gyűrödik a beton, gyűrödik a kátrány. Vagy itt van még a választék a nitró. Turbo, nitró, ez így a jó, de ritka, mint a fehér olló. Vágjad. Már a megyébe. Legyél egy oló, de ha nincs, nem baj. Csak taposd a pedált, racingolja testvér, nyomd az így. Mit csinálja? Racingolja. Ha jó, igen. Van, jön a harmadik gang, az auszpukból üvölt, az üveg. Hang az agyadon az út, és az úton az agyad. A kicsi kédeseged alatt kiváló a halad. A gyerek a tükörbe a f***ba elmarad. A sok csika beton, hogy gyorsabban halad. És itt a cél, igen, itt a vége. A sötétfejű gyerek le van már mérve. Azt hitte, hogy ő a király, de mégse, csak második lehetsz, vedd már észre, ne csináld a fesztivált, ne lázunk testvér, sajnos te is egy hibába estél, azt hitted. Erre kell készülöm, erre kell készülöm, ezt fogják szeretni? Ezt. Azt a mindenit, gyerekek. Jó, nagyon, igen, itt a vége. Felmerülhet benned egy fontos kérdés, hogy mi ez a dolog, egy lifestyle, egy érzés, látom, nem tudtad, hát ez volt a képzés, jó, ez volt itt, és csak mérés. Ah, úristen, Grandmaster Bill és a mérés című. Remekbe szabad kis dalocska. Annyira nem illik a hang a csávóhoz, ha nézed nem. A klipet. Nem. Aki egyébként egy ilyen hawaii style nadrágban van, egy térnadrágban, már most ugye újatlan póló van, és akkor ebben nyomja. Meg a helyi lányok, de jó. Jó, figyelj, tornásszuk föl őket egy kicsit. Menjen voltak, vagy megmondom, menjen van. A 282 000-en vannak jelen pillanatban.
Dobjunk egy kicsit Grandmaster Pete-nek. Nézzétek meg a videoklipet. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem egyfajta stílus paródia. Nem. Tehát ő 2008-ban tényleg egy kettes golfal, egy Fiat Bravo-val, egy régi cseppkadettel, egy kettes korzával és egy Seat Ibizával csapatták. Nagyon tuningolva, mindegyik gép azon látszik. Tehát az Ibizán annyi tuning van, hogy az autó nem került annyiba. Rátettek 2 millió. A 18-as felni. Minden, ami csak lehet. Hátsó szárny, minden rajta van az Ibizán. Vagy a Toledo, nem tudom, csak hátulról láttam egy pillanatra. Igen. Mindent fölpakoltak. Hát azt jelezte egyébként, hogy Pete, hogy nem fér bele minden, mert a Turbo Mango Nitro az ritka, mint a fehér hol a környékükön. Tehát, hogy azt jelezte, hogy azért mindenre nem futja, de azért szóltak Lajosnak az Alvégről, hogy hozzam el az Omega. Igen. Ha retro, akkor viszont jók a ruhák, jók a csajok, igen. Az egész tényleg a régi gyorsulásos, de énnek imádtam, mert nekem nem volt soha pénzem, a Honda CRX, az 1-2-es Korza, a régi, mit tudom én, a Fordok, amikre úgy néztünk, hogy te jó Isten, milyen szépek voltak azok. Tehát voltak a kis poszkiból. A kis poszkiból én néztem, hogy a Honda CRX-et, a régi kocka hátsó lámpás CRX volt nekem az Isten, úristen, kétajtós, régi kocka lámpás hátsó Honda CRX, hát gyönyörű volt. Na, ők mai napig ebben élnek. Opel igen. Manta. Hát egy Opel Mantára én úgy néztem, hogy atya úristen, milyen autó ez, te jó Isten, 406-os Peugeot. Ami ugye kupé volt. De ha ők ezt tényleg így nyomják, persze. Az most szórakoztató 2015-ben. Hát azért az nagyon menő, hogy a Fiat Bravo-val egyesen ülek. A fanatizmus az látszik rajtuk, tehát hogy biztos, hogy itt véremenő gyorsulások voltak 400-on, ugye Nemes Gulács határában, vagy itt a Vaktakék mellett, vagy ilyesmi. De ők menők, figyeljetek, most már legalább érted, vágjátok a témát, mint így Olla. Csak mondom, azért érdemes a klipet megnézni, tehát a srác, aki ellövi az 1-2-es Korzát, meg a Fiat Bravo-t, az szandában áll. És felugrik. Tehát, hogy azért tényleg úgy nézzétek meg ezt a klipet, hogy ha stílus paródia, ha nem, nagyon-nagyon szerethető. Figyeltek, tehát úgy lövi el egyébként egy nagyon szexi kis bermuda nadrágban a gyorsulási versenyt, ami hát a tulajdonképpen a bűnüldözés ne továbbja, és az éjszakai élet egyik, hát nem, meghatározó. Zsivány vagy, ha ott vagy, jó csajok, jó kocsik, egy brutál bőrszandában lövi el egyébként az autókat. Tehát azért azt érdemes megnézni, ez 1.36-nál van a klipben, most látom, 1.36-nál, ott van a bőrszandál. Arra vessetek egy pillantást, az nagyon kemény. A csajok brutál hasipólóban, tehát ez a kis hasipacsipóló, finom kis hasacska, azért az... Igen. Tehát ott azért az megjelenik. És elképesztő autók. De én szeretem az ilyet. Az jó, szeretem. Az jó. Így ránézve, és akkor így írtam, beugrik egy fiktív filmcím, Halálos iramban a Bazmegyei hajszak. És a gumimelegítés rögtön a klip elején, ahogy mennek sorba ők, egymás után. Ők profi. Ja, nem úgy, hogy csak odaállsz, nem tapad a vas az aszfalthoz. Rendes bemelegítés van jobbra-balra. Szigorú koreográfia szerint. Nagyon értem. Jó. Egy gyöngyszem. És egy pick-up autó, az nem tudom milyen autó, egy pick-upnak a csomagtartója, vagy a rakodó terén énekelnek. Tehát ott megy a rap. Nem tudom mi. Amivel hétköznap biztos nyúltápot hordnak. Hát amire kell használni. Jaj, de jók ezek az autószínek. Tehát ez az almazöld autószín, ez egykor akkora divat volt, hogy mindenki ilyen színűre fényezte az autóját, és már a fényezés adott egy alaphangot az autónak. Ez most nem tudom, miben ül pontosan. A sötét zöld Opel Omega is, korszak. Hát egy zseni volt az Opel Omega, az Opel persze. Omega jó gép volt, nem erre találták ki, tehát nem versenyre, meg nem egy tuning gép, de az egy nagyon jó autó volt, és mindenkinek ez a sötét zöld színű volt. Meg egyébként meg tényleg, hogy az ember így végighallgatja, meg elolvassa a szöveget, nyilván, hogy minden szakszót pontosan értsen belőle, az egész tényleg szerethető. Tehát, hogy végighallgatod, én most mondtam a Virágnak, hogy így, csúnya szavak miatt azért nem örülnék neki, hogyha minden nap ezt hallgatnám, meg hogyha ahogy az ő szájából visszaköszönnek ezek a szavak, akkor nagyon nem fogok neki örülni, mármint a csúnya szavak, de az, hogy egyébként itt fülbe mászol, megtanulta, mondja ott, hát ez nagyon laza, és csípik. És azt észrevettétek, hogy a rendszámok nincsenek kitakarva? Az nincs összesen. Semmi kitakarva, igen. Mert ők büszkék. Egy mondjuk igaz. Igen. Igen. Matricák az autón, gyönyörű. Tehát a No Fear matrica külön köszönet érte, gyönyörű. Én tehát aki egyszer felmatrizázta az autóját régen, az őrület volt, mikor megláttam. Meg a világmárkák, amikhez nyilván semmi közük nincsen. Ez is nagyon jó. Igen, ez igen. Jó, tehát érde, mi is ezt csináltunk, mi meg, hogy hívják rá, a Csepel bicikliéinkre raktunk Campagnolo matricát. Hát hogyne? Figyelj, ez egy korszak volt, tehát amikor tényleg még nem volt az embernek pénze, és te ültél egy nagyon-nagyon rossz keleti típusú 126-os P nevezetű kis 650 köbcentis köbcentiben, ott egy Ford Mondeosra. Aha. Azt mondtad, hogy... Úgy néztél rá, hogy úristen!
és belepakoltál mindent, amihez csak hozzájuthattál. Vagy elment melletted egy kétajtós S-rendszámú Honda, kétajtós régi kockalámpás Honda Civic, 140 nem tudom hány lóerővel, 1.8 GTI-be, vagy egy régi kockalámpás Mitsubishi Colt, és azt mondod, hogy ez nyugat. Hogy tudsz így élni? Aha. Milyen csajod van? Milyen autód van? Mit csinálsz? Hát gyerekként 16 évesen ezeket a kocsikat istenítettük, nem? Hát én imádtam. Az összes ilyen autód. Dupla kipufogó. Nyilván kamu egyébként. Persze, de... Krómozva. Lángjelnek az oldal. Hát ne viccelj már. Zseni, az egy jó korszak volt egyébként, igen. Ha tudtok hozzá telefonszámot, vagy valaki ismeri a srácot, akkor lehet, hogy hétfőre előkerítjük, küldjetek el nekünk, jó? Szeretjük az ilyen arcokat, tényleg. Lehet, hogy tudunk vele beszélni, csak hogy miért csinálták, meg egyáltalán most mit csinál, most milyen videóklipre készül. Küldjetek el, ha ismeritek, jó? És egyik kedves hallgatónk írta, tehát, hogy van egy nagy comeback, őt is láttam most valamelyik nap, azt nem a világ mutatta, hál' Istennek, de tényleg visszatért Ugly G is. Csak mondom. Megvan még, emlékszel rá? Hogyne? Visszatért új videoklip. Hát azt is azért érdemes megnézni. Persze. Meg egyébként ezek az autók, ha ezeket feltuningolják, tehát én láttam olyan gyorsulási versenytől, hogy kispockügy volt megcsinálva. Persze, kispockügy volt megcsinálva, hogy le volt betonozva az eleje, hogy ne emelkedjen föl, amikor gyorsul. Annyi lóerő volt. Annyi lóerő volt a kispockügy, hogy az hátsó motoros, és egy beton tömböt raktak az autónak az elejére, és a kispockügy olyat ment, hogy brutális kettes golfokat vert agyon, meg egy senki nem értette. Trabantban is láttam egyes golfval, tehát ezek ugye lekönnyítik a kasznit, hihetetlen könnyű a kaszni, egy egyes golf, egy, nem tudom, egy Trabant, nem tudom, ezek kis Ford Escort, Ford Fiesta, és annyi lovat pakolnak bele, hogy mindenkit oda ver. Tehát van hangulata, hogy nagyon sok ilyen forgattunk egyébként, és odáll a kis polák, és tudod, legyintesz. Olyat megy, hogy feltépi a beton. És mutatta a srác, hogy beton van az elejében. Nem emelkedjen föl. Szóval azért azok azért nagy na, dolgok. Jó van, látom, akkor meg lesz az élmény. Állsz a piros lámpánál, lehúzott ablaknál. Most eldől ki a legény a gáton. Elválik, tesó, mit tudsz 400-on, és ott fogod énekelni. Többször meg kell hallgatnom azért, hogy ez így beépüljön, de igen. És nagy gázfröccsök közben. Igen. Na, ha vannak gyöngyszemek, vagy nektek kedvenc, küldjetek morningshow@klasszfm.hu. Szeretünk mindenkit felfedezni, belehallgatni. Az internet tele van gyöngyszemekkel. Ha ilyet láttok, akkor morningshow@klasszfm.hu. Énekel, táncol, zenél, gitározik, gyorsulásról énekel, rappel. Helyi hülye, mindegy, küldjetek. Szívesen megnézem mindenkit. Jó, mondjuk most szerintem elég magasra raktuk a mércét Grandmaster Pete-tel. Hát, hogy azért ez nem lesz nyűberen. Igen, valaki ide még, Balázs, a kocsik oldalán a feliratok, azok a kívánságlisták. Jancsi, hogy szeretnél. Megnézzük, igen. Hát, vagy a legyőzött autók, ne felejtsük el, olyan, akit én a második világháborús vadászrepülőgépnek az oldalára mindig annyi kis idegen felségjelzést tettek, ahány vadászrepülőt ők lelőttek. Leszettek. Tehát, hogy lehet, hogy ezek lenyomott ellenfelek voltak. Akiket megsemmisítettek. Igen, akiket 400-on úgy lenyomtak, mint a bélyeget tücsét. egyébként igen. Jaj, nagyon. Na, nekem ez egy kedvenc korszakom volt egyébként. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.